Morning Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 6 óra után 13 perc. Jó reggelt! Hogyha elbeszéltük az időt Lacival. Már itt voltam, jó reggelt kívánunk mindenkinek, csak nagy eszbecserében voltunk. Mi az, hogy a Lacival? A Laci is itt van? Itt voltunk, nem már. Kávét csinálunk, beszélgetünk, és elbeszéltük az időt, és ennek a Robi dalnak annyira gyorsan vége lett, hogy nem számítottam erre. Na. Laci is itt van, elnézte az órát. Én is mondom, hogy átállítás volt. Órátállítás volt, Laci. Azt hittem, hogy még csak negyed hat. Na, hát drága hallgatók, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy kis közjáték után már is itt vagyunk, és kezdjük. Csípős a reggel, ez a legfontosabb. Csípős, úgyhogy mindenki jól öltözöm fel, mert hát én is benéztem kicsit ezt a dolgot. És egy pólóba kiléptem a ház ajtaján, de mondtam, hogy ez egy picit erős. De nem kész, miért a hétvége megtévesztett a ragyogó napsütés a hétvégén? Igen, hát az ikrázó napsütés és a 25 az, fok. Rohadjon el, az már tényleg, bocsánat, ezért az utolsó két órára sütött ki a nap, mi lent voltunk Velencén, végig ilyen esős, párás, ködös, borús, és vasárnap délután 5 óra, vagy 6, és kisütött a nap. És azt mondom, jó, az utolsó kettőre. Igen, aranyos vagy, hogy így búcsúztatod a hétvégén. Igen. Pont két nappal korábban kellett volna. Én is láttam ilyen celebfotókat fenn a Facebookon, kirakod együtt, mindegy, nem is érdekes, hogy kicsoda ragyogó napsütés, gyönyörű idő, fantasztikusan néz ki minden. Mondom, ezek hol vannak? Az volt, hogy Róma, vagy nem tudom, ja. Mi Nápoly, vagy valahol Olaszországban hédereltek, aztán persze, hogy ott lehetett csinálni ilyen napos képeket, tehát nálunk nem. Úgy könnyű nálunk nem működött. Na, tévéműsorok, ki mit nézett, ki mit látott, kinek mi a véleménye a látottakról. Hát azt gondolom, hogy megvan. Új szezon indult el, ugye, és hát van egy csomó új műsor. Mondjad? Hát megvan az új Hajdú Péter, kérlek szépen. Tegnap este óta tudom, hogy ki az új kedvencem. Nem szeretem az embert egyébként, sőt, kifejezetten kikérem magamnak az ő létét, Berki Krisztián, de hát az egy nagy parádé volt, gyerekek, tegnap este. Nem tudom, ki látta a produkciót, a nagy duettet. Az pont a Berkit emelet ki. Nekem az egy középszerű majomkodás volt. Az semmi többről azért nem szólt. Mondtam, annál szerintem sokkal pusztítóbbak voltak. Azért mondtam, hogy megvan az új Hajdú Péter, mert hogyha emlékeztek rá, a múltkori szezonban a Péter ugyanez volt, tehát hogy próbálta a sót elvinni valami mással, mint az énekkel. Én szerintem a Showberton is sokkal jobban hasonlított a Hajdú Péterhez, mint a Berki. A Berki túl majomkodta? Nem, a Berki igazából ilyen tehát a Showbert és a Hajdú között van egyfajta értelmi fogyatékosság, valamiféle párhuzam mert szerintem. Egyfajta rokon lelkek. Ahogy se találtam volna jobb kifejezést. De tényleg, ebben a műsorban, nem az életben, mert én nagyon kedvelem, meg jobban vagyok mindkettőjükkel, meg a Norbival teniszezem is, nem erre beszélek, hanem ahogy ők elénekelték. A Berki egyszerűen csak ugrált, és így majomkodott, de nekem ő nem volt annyi, tehát nekem ő sokkal tudatosabbnak tűnt, mint amilyen ő valójában. Igen. Viszont a Showbert és a Hajdú, ők valóban ilyenek kicsit. Bennük van egy lelkes akarás. Igen, bennük van egy lelkes akarás. Igen, amikor a tehetségtelenség szorgalommal párosul. Gyerekek, igen. Akarattal, legalább akarattal. Igen, elszántsággal. Igen, és megrendíthetetlenséggel. Csak azért is megmutatom, és sikerül is neki megmutatni, hogy semmi köze nincs ez a műfaj. Tehát jó volt a Berki is, de ő tök tudatosan ott ugrabugrált, ütötte a mellét, olyan Berki is volt. De aki szellemi fogyatékos volt, kicsit az a Norbi. Norbival? Szerintem a Norbi volt, és a Hajdú ott volt a komoly párhuzam. Hát elképesztően pusztító ez a műsor. Szóval nem tudom, hogy valóban ez-e a célja, ez a műsor erről kell, hogy szóljon, vagy itt már ennyire nagy a pusztulat. De egyébként én jól szórakoztam. Tehát, hogy vannak hangok, akik azt mondják, hogy felháborodva, hogy ez már a legalja, és ez már iszonyat trest, és ez már szörnyű. De nem ez a célja. Szerintem hát az emberek nem tudnak énekelni. És ráadásul még szerintem nem is bátrak, mert emlékszem, hogy a minden egyes szezonban az első adás az így indult. Én is benne voltam, és emlékszem, hogy mindannyian be voltunk egy kicsit röttyintve, hogy nem merjük oda tenni magunkat. Uh-huh. És ez még talán nem is lesz. De jó a diktátor, és a tarzanos barátja, hogy hívják? Mindig elfejtem. Na, ki a Szintia diktátornak a volt pasia? Itt van mindannyiunk szemben, zöld, Varga, a fű és kék. Varga Viktor, atya úristen, hát az egy jó felütése volt a műsor. Hát az valami elképesztő jó felütése. Én nem értem, hogy miért ők estek ki.
Tehát azt se értem. Hát most, mit várunk ettől a produkciót, hogy itt jó énekeljenek és jók legyenek? Azt várjuk, itt valószínűleg az is benne van a pontozásban, hogy őket nem mindenki szereti nagyon, és akkor még óvatosabb. Lehet, hogy jó lenne egyébként, hogy az első adásban nem is esnek ki senki. Mindenki megmutatná magát, és akkor másodiktól kezdve jönne ez az egyenes kieséses szakasz. Mert annál rosszabbul éneklő is volt. Nem, a Cynthia se énekelt jól, mondjuk, de... De szerintem, aki rosszul énekel, az ebben a műsorban nem baj. Tehát mi alapján esik ki valaki? Sajnos, hát más... Szimpátia, ugye? Igen. Szerintem szimpátia, pedig nem így kellene szavazni. Tehát a rosszakat kéne bent tartani, mert azon szórakozó rettenetesen sok középszerű produkció, tehát ez csak volt, amit nem is értettem. Hogy tehát mondjuk a Demcsáknak a produkciója az annyira kínosan rossz volt, hogy az valami elképesztő. Majd másnap ő beül ide reggel, tudod? Hát az vendégünk ilyen pedig Kósa Lajos a tehát hogy az Istenbe? Azt nem tudom. Nem értettem bizonyos embereket, hogy miért kellett elvállalni. Hát, valaki nem való ebbe a műsorba, de nagyon nem való. Akinek van ilyen nagyobb szavazóbázis, amit tudom én, Norbi, az update-esek, azok nyilván bent tartják. De egyébként nem állt jól a Norbi, tehát majdnem kiesett, konkrétan a végén igen, volt. Igen, mert durcások voltak a részvényesek, és nem akartak szavat. Az a baj, hogy szerintem a nézők ezt valóban egy dalversenynek fogják föl, és meg fogja majd nyerni az a szépség királynő, aki jól énekel, de halálosan unalmas volt, és ez semmi nem volt. Tehát engem itt nem érdekel az, aki jól énekel, nem? Az érdekel, aki rettenetesen nyomorult, és rettenetesen bén, aki jó, mondjuk akinek van egy kis hangja, hát az ilyen, az átmegy dögunalmasba. Ők mit nyomtak, az a szépség királynő, nem tudom, hogy hívják. Kulcsár Edina. Kulcsár Edina. Talán Hooligans. Tök jó, kijött, tök jól elénekelte. De hát ez most... Nem? Ja, Hevesi Tomival, igen. A Sobert a maradék életművét is lerobbant ezzel. Ha volt neki ilyen. Ha volt már. Atya úristen, egy börtangában egy ketrez. Már az alapok alapjait is lerobbant. Egy börtangában egy ketrezzel hogyan tudták arra rávenni? Besózt és felszálltott. Hogy tudták arra rávenni? Könnyen. Szóval, ugye mit gondol a néző? A néző azt gondolja, hogy annak kell nyerni, aki jól énekel, sajnos, és ki is fognak esni a rosszak, és szerintem a közepétől kezdve ez egy dögunalmas műsor. Nem lesz. Igaz, mert emlékezzél, a múltkor is az volt, hogy a majdnem a végéig megvolt azért egy-két olyan páros, akit pont emiatt szerettünk, amit most te mondtál el. Tehát, hogy bent tartották a végéig. Hajdú is egész sokáig elment. Igen. Hát én remélem, mert a közepes vagy az unalmas produkciókat tovább mennek, akkor ez már egy elfogy a műsor. Tehát 3-4 olyan pár van, akire érdemes építeni ezt a műsort, a többi töltelék. Olyanokat kell bent tartani, aki izgalmas, érdekes, valami miatt még azért. Hát ez izgalmas, érdekes, az itt nem tudom, hogy jó jelző. Hát, de én megint nem ezeket a jelzőket használom. Hát, furcsa, megfejtenetlen. Igen, furcsa, megfejtenetlen. Brutál trash, nagyon az alja, nincs hangja, szörnyen énekel, ótvar rossz hangja van. Zazzacza. Rettenet, menjen börtönbe, kikérem magamnak, így nem lehet emberekkel bánni. Tehát ezeket a szavakat. Csukják be a tévét, húzzák le róla. Igen, ezeket a szavakat lehet inkább használni. De jó, amit te is mondasz, persze. Ha viszont hát azok maradnak bent, akik jól énekelnek, akkor vége. Akkor vége van a műsornak. Akkor unalmas lesz, basszus. Akkor egy középszerű kis, hogy hívják, ilyen tehetségkutató semmi. Igen, hát a közep azért az leült, ahol ezek a középszerű produkciók jöttek. Én végignéztem, én röhögtem. Tehát én ezeken tudok röhögni. Engem ez szórakoztatott. Gyerekek egy sokáig fenn volt, táncolt rá a kicsi, ott elénekelgettünk. Ezekre még táncolt. Én akartam róla csinálni egy kis videót, hogy táncol. Jó, mondjuk egy picit a nagyon idézőjeles értelmében azért fel is nézel rájuk, mert azt mondod, hogy te azért soha nem mennél egy ilyen műsorba. Tehát, hogy becsülöd bennük ezt a fajta bátorságot. Ezt a fajta totális gátlástalanságot. Ez a bátorságot. Én sose tudnék elmenni egy ilyenbe. Vannak is, akik szerintem nem szabadna, hogy elmenjenek. Nem tudom, mivel zsarolták bele őket a TV2-nél, vagy nem olvasták el az apró betűst a szerződésükben, de le a kalappal. Szóval elmenni az így ripacskodni, hát azért az, ahhoz szerintem kell egyfajta bátorság. Nem? Nem a híradós vagy meg. Hát, igen. Nehéz ügy. Tehát azért az egy nehéz ügy. Így, ilyen műsorba belemenni. Milyen volt a másik, mert ugye most inkább TV2-s műsorok indultak, azt én se láttam. A gyerek programot? Azt mondod? Hát, a kis menőket, igen. Vagy micsoda, te láttad? Én egy nagyon picit néztem belőle, de az a baj, hogy én nem annyira szeretem ezt a műfajt. Tehát, hogy én ott nem lehet kérdés szerintem ezzel a gyerek felvonultátással kapcsolatosan. Ott azt tudod eldönteni, hogy jó-e a műsorvezető, jó a díszlet, jó a zsűri. Jönnek aranyos gyerekek, én magam sose engedném el a gyerekemet ilyen helyre. Folyamatos helyeskedés, cukiskodás. Igen. Tehát, hogy amikor kislány fantasztikusan táncolt egyébként, tehát ezt
hozzákeltem, utána bel is nézegettem, és meglátom, és akkor bejött, és akkor elkezdett valamilyen diszkó zenére, vagy valami latinos témára, elkezdett mozogni, és rögtön bementem, szóval mondom, nem bírom végignézni, és akkor mondta anya, hogy jöjjek már, nézzem már meg, mert hogy de. Mondom, nem megyek ki. Aztán mégis valahogy sikerült csalogatni a szobából, és valami elképesztően nagyot táncolt a kislány, egy apró, pici, törékeny lányka, mondom, valami latinos ritmusra, megdöbbentő volt. Csak én nem szeretem, amikor, mit tudom, bejön egy ilyen 7-8 éves kislány, és ilyen nagyon szexi táncot így előad. És akkor már csak azt mondom, hogy igen, mondom, még a végén elkezd verkelni, vagy én nem tudom, micsoda, az anyja betanított neki valami táncot, ami ilyen über szexi, és tudod, már az eredetinek is mondjuk olyan a szövege, hogy ilyen full szexista, és így nem mondják meg neki, és ilyen, hát ez nem passzol hozzá. Aztán hála a jó Istennek, ez a kislány, ez nem ilyettől. Szóval én egy picit így szűkülök ezekről a műsoroktól. Ah, igen. Én azt láttam, illetve azt hallottam most a Six-nek az írományát, hogy két testvérpár szerelmes dalt énekelt egymásnak, és az nagyon bizarr volt. Tehát, hogy adtak a szerkesztők két 9-es, vagy 10 éves gyereknek ez a kedvenc dala. Egy szerelmes dalt, és egymás felé énekelt a két testvér. Hát azért az nagyon kemény lehetett. Azt nem láttam. Tudod, tehát, ha lehet, hogy azért ott engem is vert volna a víz. Jaj, léci, ne. Igen. Igen, ezek a gyerek tehetségkutatók, ezek érdekesek. Hát az RTL is csinál ilyet ősztől. Mert nem tudsz, mit mond a zsűriként, hogy tudsz, rossz hogy, volt, hogy, menj haza, nem mondasz ilyet egy 6 évesnek. Nem, tehát Cukin aranyosan kell zsűrizni, ugye? Most meg egy 6 éves gyereknek azt mondod, hogy figyelj, már szerintem hagyd abba. Az, hogy felmegy a színpadra, hát hihetetlen nagy bátorságra val, meg hogy látszik, hogy van önbizalma, meg hát valahol azt is várjuk el egy gyerektől, tehát azt szeretnénk, hogy a mi gyerekünk is olyan legyen, hogy duzzadjon az önbizalomtól, és hogy mindenféle megmérettetésen ott legyen az első sorban, és Cuki legyen, helyes legyen, és megőrüljön mindenkit, és meg akarja zabálni. Csak amikor jön egy ilyen, kettő ilyen, öt ilyen, 10 ilyen, már 20 gyerek, és tudod, már így tényleg. Igen, ez nehéz hova tenni. Igen. Még nem tudsz táncolni, sokat kell fejlődnöd. Hát, igen. Hát, hiszen 6 éves vagyok. 6 éves, hát még persze. Még azért van előtte. Igen, van előtte még pálya, reméljük, hogy még nem éget ki, vagy nem fog kiégni 8 évesen. Igen. Szóval ez egy ilyen fura műsor. Fura formátum. De maga a formátum abból a szempontból. A gyerekek tündérek, bájosak, de hát minden gyerek az. Legalább az édesanyjának. Aha, szoktuk. Vagy minden mások. Igen. Igen, azt mondjuk én nem láttam, de tudom, ismerem a magát, az eredeti na, formátot. Na és írják is, hogy Jani, ez a pici lány 5 éves volt, na pláne, 5 éves, és fantasztikus volt, tényleg csodálatosan táncolt, csak hát nem a mi fajunk. Igen. Na jó van. Oké, elgondolkoztam csak egy picit. Mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk. Vajon Benit mire tudnám belevezetni? Mikor tudnám elindítani? Tudnám nyerni? Hogy tudnám megnyeretni? Egy jó legnagyobb bugiba. Igen. Megmutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ugye pénteken. Arról beszélgettünk, hogy Bálint gazda titokban vezet autót 97 évesen. És az apró titkokról kezdtünk beszélni, mert hogy... azt gondoljuk, hogy minden kapcsolatban vannak apró titkok, és hallgatóink ezt igazolták is, mert hát rengeteg SMS jött, hogy ki mit titkol a párja elől, ki mit csinál titokban, és miről nem tud a párja. Úgyhogy ezt gyorsan megmutatjuk, mármint a tegnapi részleteket, aztán mondjuk, hogy lehet jelentkezni játékra. A múlt hetet behúztuk. Igen. Így van. Viszont teljes hét van, úgyhogy... úgyhogy újra lehet játékra jelentkezni, csak azok, akik tényleg azt érzik magukban, hogy legyőzhetetlenek és meg tudnak bennünket berni, nem? Itt most már nincs helye puha játékosoknak. Csak Jedik jöjjenek. Csak Jedik, igen. Csak Jedik, Anakinok és Jodák és nem tudom kik jöjjenek, mert nagyon szükség van a jó játékosokra. Úgyhogy mutatjuk, mivel foglalkoztunk pénteken, aztán jövünk a hírek után. 10 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, mérnök rendőrök Vácon a Balassagyarmati úton a tűzép előtt. Kriszti, köszi, hogy elküldted. Debrecen és Ebes között mérnek a 4-esen. István atya küldte nekünk. Ülővecsés elkerülő Kék Fábia. Tudják-e benne utazok, hogy nem működik a féklámpájuk? Ez valószínű nem, de jó, hogy elmondta. Hát, ha most így magukra ismernek. Szentendrén mérnek a papírgyárnál. Zoli küldte nekünk. Aztán Aréna Pláza előtt kigyulladt egy kocsi. Lassan halad a forgalom. Ez pedig Zsolti küldte nekünk. Köszönjük. Kispesten is, hogy jól indult a reggel. 3-as kocca a tűzoltóságnál. No, határút előtt.
Az nem túl jó hír, nem, azoknak, nem, akik benne vannak nyilván, szegények. Hát nem, reméljük nincs komoly baj. Nekik ennél már csak jobb jöhet. Az biztos. Na megnézzük, ki a hét első játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló. Halló. Jó reggel. Szép jó reggelt nektek. Jó reggel. Hello, Inci. Jól olvasom? Igen. Inci, igen. Hello. Honnan hívtál minket? Nyíracsádról jöttem át Nyírlugosra egy benzinkútra, és itt dolgozom. Ó, kutasként vagy pénztárosként? Pénztárosként, sopos eladóként. Sopos eladóként. Na jól van, oké. Kivel szeretnél játszani? Igen. Tanít be engem egy dögös csaj. Ennek örülünk nagyon. Ja, hogy most kezdtél, és most van a betanulás. Így van. Aha. Még elég laza a betanulása, van időd játszani. Igen, meg ez jó megengedik. Munkai. Ó, játsz egyet, semmi baj, Inci. Igen. Megengedte, igen. Na, aranyos. Rendes. Hogy hívják a lányt? Tudod a nevét? Vagy? Igen, Erzsók. 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 Játszott már veletek. Tényleg? Fekete fér, igen, nemet? Hogy mind? Igen. És agyonvert minket? Igen. De jó. Na, ez őrület. Jól van, hát hisszük, ha akarjuk, ugye? Hát ezt bárki mondhatja. Kivel játszanám? Kivel játszanám? Én a Ferivel szeretnék. De jó. Tudod a tiltott szavakat, ugye? Igen. Jó, jó, inkább megkérdezem már, mert az elmúlt biztos héten azért láttunk csodát. Jani? 3, 2, 1, fire! Inci, tudtad, hogy így hívták a keresztanyámat is? Gondoltam rá. Aha, akarsz kérdezni, gondolom, ugye? Úgy gondolom, hogy... Nyírlugos az Dzsuzsák fal, vagy igazam van? Jól bemondod. Találkoztál már vele? Tankolt nálad? Itt született. Találkoztál már vele? Tankolt nálad? Talán, nem emlékszem. Na ott a vége, de nagyon ránk fért, hogy kimond. Azaz! A vége volt a legjobb. Az a legjobb. Jó, szép volt velünk. Figyelj! Csúnyán kimondtad, igen, de nem, vigasztaljon a tudat, hogyha nem mondtad volna ki, úgy se adjuk meg, mert akkor meg passzivitásért megintünk. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy milyen végkimenetel volt a játéknak, mert ezt nem tudtad volna megnyerni szerintem. Vigasztaljon a tudat, hogy ez nem a te műfaj. Legközelebb majd próbálkozunk. Új, de jó. Honnan gondolják mindig a hallgatóink, hogy lesz legközelebb, ugye? Így van. Én gondolom, hogy lesz. Inci hisz magában. Igen. A kérdés, hogy veled lesz ez a legközelebb, mert a játék az lesz, persze, csak kérdés, hogy veled. Inci, hát igen, szóval, hogy passzív is voltál, az volt a baj. Picit felszabadító jelleggel durrantottad be ezt a tiltott szót, mert egyébként nagyon-nagyon passzív voltál. Örlődtünk, igen. Erősen súroltad a passzivitás határát, és akkor most nagyon finoman fogalmaztam. Jó? Jó, rendben. Jó. Oké. Okay. Sok sikert az új munkahelyeden. Igen. Köszönöm. És nagyon szép hetet. Szia. Ciao, ciao. Hello. De még a játék után is passzív volt, nem? Igen, akkor sem volt benne biztos, hogy itt nem lesz valami retorzió, aki mondja valamit. Amikor azt mondtuk az elején, hogy a Jediket várjuk, akkor nem ő rá gondoltunk. Nem teljesen. Helyes volt, aranyos volt, de brutál passzív. Tehát ha birkózásról lett volna, az első másod, ez rendül a bíró kezét, passzív. Menjen le a földre a kék, és a piros tegye a hátára a kezét, mert nagyon, nagyon passzív. Na jól van, oké, hát akkor viszont gyerekek. Hát nem mondom, hogy nagy csata volt, meg megérdemel. Nem hazudnak. A számok nem hazudnak, de egyelőre akkor megvagyunk. Benyitottuk jó, a hetet. Most a hétvégén hol fogják azt majd fölhánytorgatni, hogy milyen csatával nyertük a pontot. Arra már pénteken senki nem emlékszik. Arra már pénteken senki nem emlékszik. Ennyi. Jól van. 5 perc, pontosan 7 óra van, friss közlekedési híretek, akkor küldjetek el nekünk, örülünk. Mondom, gyorsan jött egy. M6-os Budapest és Dunaújváros közötti része abszolút tiszta, jól lehet haladni, írta nekünk Fogi. 5 perc van, 7 óra, jövünk a hírek után. Morning Show. És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt Morning Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Ne kérdezzétek az előadót, hogy ki volt ez, bár többen kérdezitek, de hát nem. Én nem tudom, én nem is ismerem őt, úgyhogy kérdés, hogy ajánlott a Csabi múlt héten. Őt ajánlotta? Tényleg?
Le akarják tölteni, meg akarják venni, vagy messze akarják kerülni? Miért kérdezik? Mi a kérdés oka? Na, gyorsan egy-két közlekedés hírrel indítsuk a ma reggel. Székesfehérvár 8-as számú út, Új Csori út, Lidl, körforgalom, kamion az árokban, alakul a dugó. Aztán szörnyű baj történt, remélem nektek jobban indul a napotok. Otthon felejtettem a fülest, és nem tudom rá a rádiót hallgatni. Ajjaj. Aj, szegénykém, hát ez egy nagy. A szörnyű kiábrándító tud lenni, hogyha minden reggel hozzá vagy szokva egy bedugott kis füleseket, és aztán pedig hallgatod és a kedvenc zenédet, hogy a rádiódat, aztán reggel ott toporogsz meg, hogy úgysta, hol van. És nem tudod. Hogy igen, az egész szitu. Ha hallgass kihangosítóval akkor, vagy így kihangosítva. Hát van egy olyan épréteg, igen. Székesfehérváron a 8-as elkerülő a Szárazréti körforgalomnál kamion az oldalára dőlt. Igen, ezt az előbb mondtam, ez ugyanaz. A Budaörsi úton van egy baleset, emiatt van dugó. Aztán az M5-ös bevezetőt elérte hétfő reggel, a Népligettől már a soroksári áruház, aki áll a sor, csak lépésben halad, Márk küldte nekünk. Mérnek Kiskunmajsán áll a MOL kút előtt, más lista üzeni, valamint Rákóczi itt Buda felé 4-es kot a kanyar előtt, hatalmas dugó lesz arra felé is. Baleset a Baks csomópontnál, teljesen beállt a Budáról kifelé vezető forgalom, az M1-es és az M7-es irányában, ez pedig Ákos küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, nekünk pedig van egy játékunk, amivel ugye nem kevesebbet, mint egy 1 milliós álomkonyhát lehet nyerni. Ez, hogy tetszett mondani? Egy 1 milliós álomkonyhát. Egy millás kis álomkonyha. Most már minden hétre jut majd egy ilyen játék. Hát, amit tudjuk, szórjuk, amit tudjuk, szórjuk. Úgy látszik. Az 1 milliós álomkonyha vouchere úgy áll össze egyébként, hogy 300 ezer forint értékben lehet beépíthető konyhagépeket kérni. Abból egyébként ki is jössz, hűtőszekrény, mosogatógép, egy sütő, nagyjából ugye ezek a legfontosabbak, és 700 ezer forint értékben pedig egyedi, személyre szabott tervezésű konyhabútorra használható fel. Ez a kis voucher. Konyhabútor 7 kilóból. Konyhabútor 7 kilóból, és arra gondoltunk, hogy ez most a háziasszonyok játéka lesz. Azon háziasszonyoké, akik, hát ugye nekik a legfontosabb a konyha, hiszen ők állnak ott, ők vannak a konyhában, ők szorgoskodnak ott, ők készítik az ételeket, ezért háziasszonyoknak kell majd benevezni erre a játékra. Jó, de azért szerintem ez a férjeknek, meg a család urainak is nagyon fontos, hogy az asszony olyan körzekben nőjön föl, éljen az életét, és... Az egy kicsit túltalad. Igen, legyen örök rabszol. Szép börtönben legyen. 1 milliós álomkonyha. És ugye a játék menete a következő, mi majd bemutatunk egy bizonyos hangeffektet nektek. Ez a beugró a játékra, ezt el kell nekünk küldeni SMS-ben, hogy mi lehetett az. Ezek nyilván háztartási gépek lesznek majd, ugye? Jól igen. Mondom, valami háztartási gépnek a hangját fogjátok hallani. Ki kell találni, hogy mi az, és el kell küldeni SMS-ben. Az a beugró. És aztán visszahívunk majd valakit, aki írt nekünk SMS-t, és utána viszont neki egy gépet kell hangban utánozni. Méghozzá, úgyhogy mi fogjuk neki megmondani, hogy mit utánozzon. Hétfőtől péntekig játszunk ugye 5 játékossal, és a 2 legjobbat pénteken még összeengedjük egy végső párbajra. Kiváló! Ahol... Mennyire tudsz átlényegülni, ugye ez a... Igen. Ez a játékot csinálunk, majd megmutatjuk. Hogy mi mit hát csinálnánk? Igen. Hát csináltunk. Egész hétvégén gyakorolt egy gyeptől, egy mikrót. Szóval, hogy igen, a hangot kell majd utánozni. És a sütőt gyakorol. A 2 legjobbat, igen, a 2 legjobbat visszahívjuk pénteken, és ők játszanak egy döntőt. Aki pedig a legügyesebb és a legjobban hozza azt az ominózus konyhai gépet, nyer egy 1 milliós álomkonyhát. Tehát azért ez egy komoly, az nagyon komoly nyeremény. Óriási. Igen, nagyon jó. Úgyhogy anyukák, háziasszonyok, mindenki figyeljen. Az is nagyon fontos benne, hogy egyedi, tehát pont a te konyhád fogják majd tervezni, meg nyilván olyan dolgokat fognak beletenni, nem csak a gépeket, hanem mondjuk a fogantyúk, a fiókok, az akármi, ami nincs másnak, és az tök jó szerintem. Én szeretem a konyhákat. De tényleg, hát az olyan jó munkafelületek kell az. Igen, már ez fontos, hogy egyedi. Tehát, hogy nem oda viszünk majd egy olyan konyhabutat, ami nem fér be. Igen, a fele nem fér be, és len kell majd tárolni valahol. A garázsban. És nem is piros lesz, mint annó egykor, amikor nagy divat volt, hogy mindenki piros konyhabutort rakatott be magának, egy óriási divat volt, és ott maradt örök életedre, mint egy ilyen jelkép, ugye a piros konyhabutor, ami most már azért... Öntapadós tapétával az egészet megpróbáltad ilyen élvezhető. Valamit csinálni vele, igen, mert rájöttél, hogy nem annyira jó. Egy hónapig nagyon izgi a piros, de utána viszont szörnyű. Szóval, hogy
Igen. 300 ezer forint konyhai gép, és jól mondtam, csak megnéztem. 700 ezer forint értékben egyedi személyre szabott konyhabútor, ezt lehet majd nyerni. Egy millás konyha. Ahol melózok, hogy 8 milliós a konyha, és még nincs kész, írja egy hallgató. Igen, és vannak 16 milliós konyhák is. Jó, hát igen, hát, karagrány márványból rakod le, akkor, akkor tud annyi lenni. Mindig 8 millió. Mert van rá pénz. Hát ja, igen. Na. Ja, aha. Ja, kell a vállalkozás miatt a sok költségszámla, gondolom. Így is van. Ha valakinek van pénze, miért lehetne 8 milliós konyhája, nem? Viszont mondjuk most építkezik, vagy most költözik. A paprikás kompőnök pont ugyanolyan az íze, mint a 200 ezeresbe. Jézusom. De proli vagy. Paprikás krumpli. Nem csak paprikás krumplit csinálunk a konyhában, meg nem csak a főzőlap számít, hanem az egész, hogy milyen fából van, hogy néz ki. Hát azért az egy szép lakás égköve a konyha. Főleg, hogy amerikai konyhád na, van. Ez igaz. És ez ha igaz. Látod az amerikai konyha, hogy a pult van, ott van a másikod az étkező, akkor azért az nem, azt szépen meg kell csinálni. De egy millióból szerintem már mindent bele lehet rakni, ami kell egy jó konyhához. Valaki írja, hogy a Music FM-es vízforralónkat dobjuk bele. Holnap találkozom Gáborral, mert én rendezvényen vagyunk egész nap, és állítólag oda elhozza. Elvileg elhozza holnap. Egy termékbemutató lesz, egy közös termékbemutató. Igen, nem. Megyünk edényeket venni, meg várulni. Sugárzás. Nézzék ezt a gőzforralót. Talán úgy tűnik első látásra, hogy ez hagyományos gőzforraló, de nem. És Balázs el is mondja nektek, hogy miért nem. Üdvözlöm az egybegyűlteket. Sziasztok, ugye nem haragszunk. Tegeződünk, hiszen a 20-szorra találkozunk itt, a művelési otthonban. Nem. Elvileg holnap után már itt lesz a vízforraló nálunk. Nagyon jó, nagyon jó. Zsír új nem használták. Hát remélem, hogy ugye, mert fiam, mi azt megnyertük, hát nem adhatnak használt vízforralót a Music FM-esek. Andi, azért töröld majd ki, jó? Mert a Balázséknak viszem holnap. Vagy legalább a vízkövet vegyetek ki belőle. Igen. Igen. Egyszer szagú lett. Na, azt mondja, sziasztok, Balázs Feri és Jani, nagyon jó a műsorotok, jó, hogy minden témával foglalkoztok, emiatt is szeretnék egy kéréssel fordulni hozzátok. Nemrég megismerkedtem egy úriemberrel, de valami miatt megszakadt közöttünk a kapcsolat. Végső elkeseredésemben kérem tőletek azt, hogy olvassátok be az üzenetet a számára. Tudom, hogy ő is nagyon szereti a műsorotokat, nagy rajongotok és sok erőt adtok neki, mikor egyedül rója az utakat. Ez az utolsó reményem, hogy legyen közöttünk újra kapcsolat. Kérlek, segítsetek. Nem olyan, mint Leila, amikor ugye előbb jön az utolsó remény. Köszönöm szépen. Az üzenet, drága szerelmem, tényleg olyan vagyok, mint aki eszét vesztette, se térképem, se iránytűm ehhez az érzéshez. Kaptam tőled szárnyakat, de nem tanítottál meg repülni. Szerettem volna kapni tőled egy esélyt, hogy kimutathassam, mennyire szeretlek. Szeretnélek megtalálni, hisz oly régóta vártam rád. Jó lenne, ha visszajönnél és velem maradnál. Csak csókolnálok, szeretnélek, mint azon az éjszakán. Mi történhetett? Várlak, szép asszony, ez az aláírás. Ja, igen, 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 ezt láttam. Egy csomó kamionos most a levegőbe csapott, hogy végre mondd nekem neve, jött üzenet. És most a tudtam, Terka, hogy visszatérsz. A legfontosabbat hagytam le, tudod. Igen, várlak, szép asszony. Hogy valaki eltűnik? Tehát, hogy mi történik? Tehát van egy ominózus éjszaka, próbáljuk ezt megfejteni, ezt a dolgot. Van egy ominózus éjszaka, és aztán egyszer csak valaki valakinek kilép az életéből? Ez igen, hogy történik? Igen. Itt azért voltak dolgok, hogy ugye, csak csókolnálak, szeretnélek, mint azon az éjszakán. Hát lehet, hogy az úriember egy éjszakás kalandban gondolkodott. Aha, értem. Ne haragudj, szép asszony, bocsánat, hogyha ezt én kell, hogy megmondjam, de nekem ez úgy tűnik. Tehát, hogy van egy éjszaka, itt egy konkrét éjszakáról ír a szép asszony, hogy ott megtörtént nem, dolgok. Nem, Feri, nem. Itt kapott egy melót, egy Irkutszk oda-vissza. De szépen ment. Nem, biztos, hogy nem erről van. Nem egy éjszakás, hanem hosszú meló. És Vladivosztokba kellett vinni valamit. Igen, kétszer. Vladivosztokba kétszer. Szóval nekem egy kicsit ilyen, így tűnik. Nem akarom én megforgatni a szép asszony szívével a tört ezzel a mondattal, de nekem ez nagyon egy hány nőt vigasztaltál meg azután, hogy ezt így elmondtad neki annak idején még a fénykorodban, Ferenc? Számolatlanul síró nő, mencsvára voltam én. Hát de itt az a szemét áll. De itt a kanalas orvosság. Nyugodj meg. Semmi gond. Nyugodj meg, édesem, semmi gond, igen. Szóval hogy valószínűleg neki volt valaki, volt egy éjszaka valahol, majd hazament az ő kis párjához, feleségéhez, és itt hagyta leányzót? Azt nem is tudjuk, hogy van-e hát neki párja vagy felesége, de nekem egy ilyen elég hagyós. Mert Balázs mélyítitóval szakadékolt, ráadásul nős.
Szerintem nős és gyermekei vannak. Amit te nem mondott el. De akkor itt valószínűleg az lehet. Tehát nem úgy szakadt meg a kapcsolat, hogy elhagyták a telefonszámot, és akkor segíts nekem kapcsolatba kerülni vele, hanem az lehet, hogy hazament. Na jól van. Megoldottuk akkor ezt hát, is. Hát, nem reméljük, jól. Hogyha esetleg tényleg hallotta az illető, és magára ismert, akkor írjon már vissza egy-két mondatot, jó? Vettem az adást, ok, sajnos. Az, hogy ott hány kamu fog jönni, én vagyok. Adjátok meg a számát. Picit ezért is mondta. Józsi vagyok. Ennyi a szép asszony. Jövőd a második éjszaka, este, nappal, nekem tök mindegy. Mondjátok, hova kell venni. Érzelmeken tapostok, lábbal, én. Sáros nem, lábbal. Nem, én most csak, én nem. Jani, de hogy is, hát én voltam olyan rendben. Anna egy pillanat, fél három. Igen. Van, aki azt kérdezi, mennyit adott kölcsön, szép asszony. Nem, én próbálok segíteni, csak próbáltam elképzelni magát a dolgot, hogy miért lehet az, hogy valaki egyszer csak lelép, és hát én csak segíteni szeretnék a hallgatónak, hogy hát szóval arról van szó, hogy itt valószínűleg a pasinak volt valakie, igen. Nem? Hát csak ugye a hölgynek sikerült beleszeretni a srácba, a srác meg ugye megkapna, amit akart, és hát így rálépett a gázra. Igen, te Tereza. Így van, tovább nyüstök a tahográfot. Nincs benned semmi romantika. Nincs benned semmi emberi ajtó. Semmi emberi. Ezen a sztorin. Semmi emberi nincs benned. Jó van, Tereza, én elolvastam az üzenetedet, mert benne még maradt valami jó. Én segítettem. Igen, neked. Barázs volt az, remélem, hogy megmarad. Vagy fölbukkan. Jó? Bari mondta, hogy meg neki, hogy vezetek is, ne zaklasson. Szatyi, de van. Rövendék meg. Igen. A faszinős vagy élettársa van, ezt tuti tapasztalatból írja valaki, illetve jönnek az SMS-ek, visszament a börtönbe. Egy napos eltáv volt, vagy mi? Igen. Szegény asszony. Ja, Istenem. Elbeszéltek egy tengelytáv mérésni. De most várjunk, most ne hagyjuk így ezt a tőlemre, hívjuk fel, okay. Csak egy mondat erejéig, most már érdekel. Most már nem veszi fel. Tessék? Nem fogja. De most már érdekel ez a történet, hogy most már mi volt itt, mert ezt most már nem illik így hagyni. Csak egy pillanatig. 2-8-93. Itt vagyunk. Na, nem most már kérdezzük meg, tényleg, ha most már beolvastuk, kérdezzük meg, hogy mi a helyzet. Hát, ha tudunk valamiben tényleg segíteni. Szép asszonynak hívja. Tereza, nem így hívták? Tereza. A hívott mobiltelefon kapcsolásáig kis türelmét kérjük. Jó. Csodálkoznék, ha hallottam. Na, sziasztok! Hello, szia! Hello! Tereza, hello, itt vagyunk. Nem én vagyok, hát képzeljétek, hogy az a nagy helyzet, hogy én ezt édesanyukámnak a kedvére továbbítottam, mert ő az érintett az ügyben. Ó, a mama! Tényleg? Igen, a mama. Így van. Édesem, és akkor te közvetítettél a mamádnak egy üzenetet, mert mama picit ki van? Így van. Aha, és ha tudhatjuk, hogy mi történt, vagy hogy ő kit keres, mert itt ugye próbáltuk megfejteni. Ez egy friss sztori, ugye? Tehát nem a te apukád a kamionos, aki áll. Nem, de honnan tudjuk, hogy kamionos, de igen egyébként. Tehát nem az elveszett apukát keressük. Igen, egy 35 évvel ezelőtti augusztusi délutánon kiléptél az életünkből. Hát igen, egy részeg éjszaka után. Igen, hát ha hallgatod a Balázsékat, ki tudja, mert elszállt az ifára, gázt adott és elporzott Záhony felé. Na, csak hogy miben tudunk akkor segíteni a mamának? Tehát ki az, akit keresünk? Hát ezzel már tök sokat segítettetek igazából. Mi tudjuk, hogy mit, vagy hát ő tudja, hogy kit keresett, csak egy ilyen üzenet lett volna számára. Uh-huh. Aztán, hogyha meghalotta, akkor az ugyanak örül, hanem akkor meg majd. És mama még ilyen fiatalos, hogy ilyen friss kapcsolatokat bonyolít, ha érted, hogy mire gondolok? Tehát mama így belehásított a szombat estében? Hát mondhatjuk így is, igen. Tényleg? A mama nagyon lendületes. Nagyon. Mama nem túl most igen. Nem úgy értem. Most neked mama. 83 éves Trabanttal közlekedő kis öregmény. Jaj, aranyom, ha utolérnének, úgy elkaptál a téged. Hol is ismerkedtek meg? 90-nel mérelőző. Valakivel meg kell öregedni, gondoltam a mamát. És hova jár mama? Arról tudhatunk valamit, hogy... És hova jár? Hát, hogy hol ismerkedik a mama, vagy hogy... Kamionos bárokban. Hol történt nem, a dolog? Nem ismerkedik, ez nem így történt, ez egy hosszú éves dolog, tehát, hogy így nagyon sokáig udvarolt neki ez az úriember, és akkor így eljött ez a ominózus dolog, amit említettetek, és akkor így eltűnt.
Tehát, ezt nem értem, de udvarolt, kitartó volt, udvarolt, majd egyszer csak egyik pillanatról a másikra eltűnt, mire mama pont érzelmeket kezdett táplálni iránta. Így van. Hát így és van. Ugye megtörtént az, aminek meg kell történnie, ugye? Jól értettük. Az mi? Az hát, mi az? Ja, igen. Hát összeszerelmesedtek. Na, sokszor hát csókoltam. Az mi, szerinted? Igen, hogy megtörtént a dolog, és utána a pasi lelépett? Igen, hát ő külföldön dolgozik egyébként, és akkor, hát figyeljetek, bonyolult az gyakorlatilag ez a gyereki utána, de legyünk inkább barátok, mert utána még tartották a kapcsolatot egy ideig. Ja, értem. Aha. És akkor egyszer csak itt tényleg, mintha semmi se történt volna, minden kapcsolat megszakadt, és akkor ennyi. Vagy hát illetve megszakított. Értem. Mennyi idős az anyukád, azt tudhatjuk? Ő 44 éves lesz. Na! Friss. Akkor te mennyi idős vagy? Te hány éves vagy, igen? Én 23 éves vagyok. Segíts, Feri. Most megy a hatás. Éves voltam a megy, hallottad, hogy hangosan gondolkozunk? Én leakadtam. Én leakadtam. Nekem ez elég volt így hétfő reggel. Én ezzel 10-ig el vagyok. Jó. Hát én most ezt kimegyek és átszámolom még egyszer. Aha, tehát hogy akkor tényleg nagyon fiatal az anyukád. Így van. Megbeszélem otthon. Azért mondjátok, hogy nagyon fiatal, mert... Hazavihetem, mert... Mondd még egyszer, hogy azért mondjuk, hogy nagyon fiatal, mert... Mert nálatok is ez az átlag életkor. Hát tehát, persze. Hát konkrétan annyi idős, mint a Jani meg a Feri körülbelül. Így van, tehát, hát éppenséggel... Ott a nem annyira rugalmas, de megvigasztalnál. De beszélhetünk róla. Tudok alternatívát a mamának. Nincs jobb simde. Ha esetleg gondolod. Igen, sok tengelyessel járok én is. 50-es villamok. Hát meg, akkor mondd meg neki, hogy csokoltatjuk és hogy kitartás. Hát ez egy nehéz dolog, amikor így a pasik eltűnnek. Hát ez így. De ne reménykedjen, vagy. Szóval azt tudom mondani. Igen. Tehát én is ezt mondom. Tényleg, most lehet, hogy ez a kamionos. Nem erre gondolok, hanem, hogy ha valószínűleg így tűnt el, és ő így tudott kilépni az életéből, és nem is ad semmiféle jelzést magáról, akkor hiú ábrándokat kerget a mamát, ha reménykedik. Tehát ebben valószínűleg ennyi volt. Egy szemét gazpasi, aki udvarolt, majd megtörtént, aminek meg kellett, és utána lelépett. Sok ilyen pasi van, de ne is nagyon reménykedjen, mert nem fog jelentkezni. Tehát ez a bántó fájó igazság, de szerintem ezt jobb kimondani. Hát így van, én megtettem, amit kértem. Igen. Neki kell a kis lelkével elszámolni. Téged mennyire szomorít el ez az eset? Hát, János ma nagyon vigasztalós hangulatában van, értem, egy anyalánya. Csak humorizálom. Igen? Oké. Hát nekem mennem kell dolgozni, úgyhogy nem is érek rá itt. Jó, mennyi? Mit dolgozol? Azt tudhatjuk? Mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Én egy bankban dolgozom. A bankban dolgozom. Jól van, jó munkát kívánok neked. Ne, ezek után ne menj! Csókoltatjuk a mamát. Kitartás? Jó, oké, köszi szépen. Ciao, hello. Ah, gyerekek. Igen, hát ez sűrű megtörténik el. Nem? És miért 21 éves korában szült? Azért ez nem egy olyan... Emlékszel téged is? Micsoda? Hogy ott adjott ez a török kamion? És hetekig álltál az utcán, és Jusszuf, gyerek. Több méltóságot kérek. És együttérzést a hallgatókat. Ez egy... Ha hallgatok, és akkor a rodikok, megyek, mama írt a gumikat. Drága hallgatók, a másik két férfinak velem szemben már semmiféle jó érzés nem maradt a szívében. Bennem még maradt valami minimális jó, hogy segítsünk mamának egyébként. Balázs tudja, hogy milyen érzés, egy pasi elhagy. Köszönöm szépen, hogy én ebből is én jövök ilyen jó. Igen, az abszolút tudom egyébként, hogy ez milyen érzés. Bőrdi kücük fala felírja valaki. Jusszuf is törökül. Mörgör, mörgör. Gyere vissza, kérlek, mindig szeretlek. Ja, Istenem. Én ezt annyira bírom egyébként. Jó, legyen, nem tudjátok olyan itt lecserélni valami jó arc. Most, bocs, ne arra ugyatok. Hát ez van. Na jó, van. Hát kitartás. Kitartás egyébként. Jó? A történeteket hallva. Gyorsan még egy-két közlekedés ír, az mondja, hogy Skander világbajnokságra mentünk.
over the top jelig. Csak én vagyok, és a kamionom, ezt Stallone. Igen, lehet, hogy tényleg lehet, hogy az éjszak után megfordította a sapkáját, és egy teljesen más tudatállapotba került. Nyilván, és most is valahol jobb kezében folyamatosan folyamatosan szkanderozik. Az első lökhárítóval. És dudál kettőt a kamionjával. A lány telefonszám érdekel, hogy együtt segítsünk a mamának. Ebben a nagyon nehéz időszak. Igen. Na, drága hallgatók, azért ez egy érdekes dolog, írjátok meg nekünk. Én azt hittem, hogy a mama idősebb, hogy kinek ki a legidősebb rokona, nem, aki még aktívan pasizik és sajúzik. Én nagyon bírom, amikor 70 pluszos, 80 pluszos nagymamák, nagypapák ropják a táncot, udvarolnak, és megpróbálnak papák, mamák mellé egy-egy éjszakára vagy hosszabb távra oda söndörödni. Tehát ha van olyan ismerősötök, rokonotok, nagypapátok, nagymamátok, aki tényleg csodálatra méltó teljesítménnyel 80 fölött, 90 fölött, még a csajok után fütyül, még megy a zöldségeshez, és kicsit a körtét áruló néninek ajánlatot. De szép jön, de aranyja ez a Vilmos kört. Érted? Vagy a körtét áruló néni tesz ajánlatot fiatalabb nyugdíjas férfiaknak, hogy írjátok meg nekünk, hogy ki ő és mit csinál. Hát jó? A csillagtök hogyé? Tehát tényleg helyes. Én azt hittem, hogy ma 60-70 körül van, és ez erre indult el az agyam. Szóval írjátok meg nekünk, jó? Ki a legidősebb a családban, aki hát mindenkire tüzel, aki elmegy az utcában. Papa, mama hány éves, hogy csajozik, hogy pasizik. És írjátok meg, hogy milyen praktikákat vett be, jó? Tehát mit csinál egészen pontosan, hogy próbál ő ismerkedni. Írjátok meg nekünk, jó? 7:30 pontosan jövünk Ákos híre után. Háromnegyed 8 lesz, pontosan 2 perc múlva. Hát aki ismeri, az tudja, hogy miért szólt ez a dal, és miért ezt tettük be, ugye hát a legnagyobb kamionos film. Tematikus zenei szerkesztés. Így van, ez egy tematikus zenei szerkesztés volt, így van, a Konvoj című, egyébként remekbe szabott kis amerikai filmecske, 600 000 évvel ezelőtt. Hát a kamionos társadalomról szól. Ez egy kamionos himnusz. Kamionos himnusz, így van. Na, gyorsan egy-két SMS. Mit írnak hallgatóink? Ugye arról beszélgetünk, hogy mi helyes az, amikor idősebb emberek, 70 plusz, 80 pluszos emberek megpróbálnak masszívan csajozni vagy pasizni. És kértünk meneteket, írjátok meg nekünk, hogy nektek a környezetetekben ki az, aki hát a saját korát meghazudtolva tényleg ráröpül mindenkire, akire csak lehet. Helyes SMS-ek jönnek. Nálunk a 70 éves nagyapónak van egy elektromos tolószéke, amivel nap mint nap járja az utcákat, és amint meglátja szomszéd egy nyugdíjas nénit, nyulas fokozatba kapcsolva, mellette. Ezzel imponálva neki. Nem lehet csak úgy elmenekülni tőle. Ez tényleg úgy egyébként, hogy van rajta egy teknős béka, meg egy nyuszi. Lassú, gyors fokozat. Nyulás fokozat. Volt aposom 71 évesen, a harmadik házasságára készült, lelkesen flörtölt a legkisebb unokája, kb. 50 éves óvónőjével. Amikor ezt olyan szinten csinálta, hogy a lánya már elejtett egy megjegyzést az óvónő előtt, a lendőesküvéről leszúrta a lányát, hogy ezt most miért kellett megemlíteni. Nagyon. Azt mondja, hogy nekem az após jelöltem csajozik hétfőtől péntekig, délutánonként jár értángító kezelésre, és ott flörtöl az ápoló csajszikkal. Mindig úgy jön haza, hogy hú, de elkapnám azt a Mártikát. nagy csajozókép az öreg. Laci küldte nekünk. Papám 77 éves, azt hiszi mindenki belé szerelmes, mert kedvesen szólnak hozzá, postás, házi orvos. Múltkor szerinte bejött a dokinőnek, mert mélyen a szemébe nézett, pedig csak megvizsgálta. Apám 77 éves és egy 59-es nőt kerget a faluban, a nő meg bujkál előre és menekül. Jó kis fogócska, Szilvi küldte nekünk. Az én nagymamám világéletében nyugdíjas klubba járt, miután papa meghalt, ha hamar talált magának új pasit a klubban, tiszta szappan opera, féltékenységi jelenetek, odaköltözés, visszaköltözés. A buliban nem szabad más öreg lányjal táncolni. A család nem tudja követni, hogy éppen hogy állnak. Sziasztok, nagymamám 76 éves, pasizik a piacon, ír szerelmes levelet, rúzspuszit tesz rá, és elég rozog a Rozi már, de tuti ez ad neki életerőt, mert boldogan teszi. Nagypapám 80 éves, tamaj kamagrával és pesgővel borult, próbált megcsípni egy piros biciklis 60-as nénit. Sajnos már nem sikerült neki.
azzal fejezte be a pályafutását. Nem vicc, ne hívjatok. Azt mondja, hogy nálunk papa 82 évesen becsajozott, azóta boldog párkapcsolatban él. Azt mondja, az a lényeg, hogy nem szabad abba hagyni. 86 éves, de még mindig működik a műszer. Rena küldte nekünk. Az én nagymamám 70 éves, múltkor bikinis fotót kellett készítenem róla egy internetes ismerkedős oldalra. Én éreztem magam zavarba, azt mondta, jók a képek, sokan fognak ráharapni. Álljunk már, hogy kicsit. Hány éves a 70, annyira az még nem is öreg, 70 éves. Hát bikinis fotókat. 91 éves a mama, a postás a levelet az ajtó alatt csúsztatja be, és utána elszalad. Ha nyílik az ajtó, a postásnak, a fasiknak esélye nincs az elmenekülés. Ez nagyon jó. 91 évesen menekülnek. Mamámnak, aki 70, a múltkor az úszodában úgy udvarolt egy 85 év körüli úriember, hogy azt mondta, Erzsike, nekem heti egyszer még felállt. Hát büszkeség. Hát most te heti érted, megvan. Anyám 69 éves, folyamatosan ellenőrizik el a Facebookját, mert idegen pacsikkal levelezget, ki vagyok tőle, Zsuzsi küldte neki. Van nálunk egy 70 pluszos főorvos, akit rendszeresen rajta kapnak a liftben, de mindig más nővérkével, ebből többször volt már konfliktus. Nagyi 60, fia 40, 30 éves pasija van, aki valenti napon egy szál kötényben mesztelenül készít neki vacsit. Mit tudhat a nagy? Azért az is erős, nem? Amikor a nagymamádnak. Nagyi 60, pasi és én nála... fiatalom lenne egy tízessel. És ott áll kötényben, mesztelenül. Azért az is szép. Hát, szülinapon. Nagyi 80, a barátja 84, óriási fazon az öreg. Aktívabb szexuális életük van, mint nekem. Írja egy hallgató. Nálunk a mama már 91 éves, és rendszeresen kiül a ház elé. Többször volt rá példa, hogy kamionosok fel akarták venni, de olyanra is volt példa, hogy otthonkában ült ki kis terpezben, és megdicsérték a bugyját. 91 évesen azért megdicsérték a bugyját. Azért abban van lendület, nem? Azért mamában van vitamin. 91 évesen meg árványom még. Nézel a szoknyába? Ne siess azzal a nagy kamionnál. Hello Kitty. Tényleg is egy Hello Kitty-s alsónadrág. Hát Hello Kitty-s alsónadrág van a mamán, az nem jó. Hello Kitty-s bugyi, igen, az jó. A dédim 87 éves korában kiszökött a kórházból, kivetette magának a katétert, mert az Annus néni otthon várta. Én így akarok megelegedni. 87 évesen még megszöksz a kórházból. Ja, Istenem, hát nagyon helyes SMS-ek vannak. Nagypapám 84 éves, lopkodta a bugyikat a szociban, írta nekünk valaki. Szomszéd Maci bácsi 82 évesen vette el a 8. feleségét. Nem sokára azonban ő is kihalt mellőle. Na jó, hát köszönjük szépen az SMS-eket. Helyes. Helyesek jöttek, tényleg nagyon. Játszunk, jó? Itt van már is a hallgatónk, a kérdés, mit mond Dóra? Visszafelé beszélünk. Művészebb élet a szív. És hozzájállat, élet a szívben, nem? Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol... Halló, jó reggel! Edvard, jó reggelt kívánok, szervusztok! Szia! Edvard! Eduard vagy Edvard? Eduard, nem? Edvard. Vével vagyok. Véve vagy? Honnan hívtál minket? Budapestről. Budapestről, és mit csinálsz? Mivel foglalkozom? Hát áruszállítás, közérkeztetés gyerekeknek. Az jól hangzik, hát... Hát ha megeszik, hát, ugye? Ha megeszik, mert, igen. Mert most azt nem lehet tudni. Igen. Sós vagy sótlan, melyiket viszed? Hát nem tudom, mert tudod, nem ehetek belőle. Hát azt gondolom, hogy egy piros lámpára nem mész hátra mági rakást tenni. Tehát azért ezt... Mi a mai mezőlés a kedvencem? Egy kis borsóleves mági rakás, ez a kedvencem. Csomagoltatok belőle. És hány sok címed van ilyenkor, gondolom, nem? Hát nem, négy. Két iskola, két óvoda. Ja, hát azt hamar. Hamar le lehet darálni. Persze. És utána akkor mit csinálsz egész nap? Hát megyek haza aludni. Ja. Hát én már korán hajnalban megyek. És már korán hazamegyek, hál' Istennek. Hánykor kezd? Ezért jó csak, 3-kor. Atya, úristen! Az kemény. Az áldóját, igen, az durva. Na, az kemény. Na jól van, figyelj ide. Hát még tudod, hogy mink van, mindenünk megvan. Mindenünk van, igen. Hát igazából legyen a legnehezebb. Melyik? Most játszunk először, úgyhogy bepróbálom. Hát a szólás van. Ja, a szólás van, most lebántod. Amelyiket senki nem választ, azt választom én. Igen, az mindig péntekre marad, mert hogy attól félnek a hallgatóink. Akkor ma van péntek. De jó lenne, ha már péntek lenne. Jó? Oké, egyébként nem annyira nehéz, tehát szerintem megfejthető lesz a dolog, jó? Jó, rendben. Indítjuk az órát, figyelj.
Fél percet lesz, jó? Kettőször rendben. Mutatjuk. Van segítséged, vagy egyedül játszol? Ja, egyedül. Hát járok, most jól, hogy gyorsan kocsiból valaki megkérdez, de egyedül vagyok. Egyedül vagy, jól van. Indítjuk az órát, figyelj. Lunat gitloch, pap, új. Az áldóját. Még egyszer, figyelj. Lunat gitloch, pap, új. Pap, új, ez a vége. Hát, pap, új. Pap, új, ez a vége. Fordítsd meg. Marha egyszerű. Mutassuk még egyszer, csak akkor kiveszünk valamin. Ne. Pap. Igen, tudom melyik közmondásuk, nem, ez nem ugrik be. Nem áll. Hát nem áll, hát a pap, az pap. Ebben próbált Feri segíteni. Az jó. Tehát jó, jó pap. Jó pap. Jó pap. Is. Fejezd be, akárhogy, hát ha bejön. Nem is ismer ez a közmondás. Nem ez a vége. Jó pap, visszaérti a gyerekeket? Igen, jegyzel óvatosan. Jó papi szereti a gyereket. Így van. Hát igen, abszolút. Hát igen, igen. Csak máshol. Akkor eltaláltam, bingo. Abszolút, persze, jó papi szereti a gyerekeket. Így van. Pontosan erre gondoltunk. Abszolút erre gondoltunk. A jó papi szereti a gyerekeket. Nem, jó papi, jó papi holtig tanul. Így van. Ilyen tényleg, az a más, igen. Ez a más. Nem van, nem van. Kiültük a pénteket legalább. Igen, de a jó papi szereti a gyerekeket. Nekem ez is tetszett. És a jó minisztrás holtig hallgat. Szekények. Milyen jó filmek készülnek most erről, ha már egyáltalán erről lehet beszélni, jó film. Igen, szóval a jó pap holtig tanul, vagy a jó papas holtig tanul. Hát ez, ennek semmi köze nem volt ahhoz, amit te mondtál. De nem volt szeretjük. Rossz a megközelítés, de nem. Ez egy alternatív megoldás volt, igen. Nem baj, legalább tényleg a többieknek jó lesz a hét. Ki van lőve? Legalább ezt kihúztad, igen. Edvard, köszönj, beáldoztad magad. Én köszönöm. Szervusztok, szia, és tényleg a munkát. Köszönj. Jó papi szereti a gyerek. Atya úr. Edvard tényleg keveset aludt. Igen, nem mondhatni. Mondhatni, igen. Na jó van. Hát ez jó volt. Van egy friss közlekedési hírünk, illetve pontosabban egy kérdés, aminek az okát tudja valaki, küldjetek már el, legyetek szívesek. A 10-es út Budapest felé megint áll a solymári elágazástól. Hiába készült az új forgója, már a új körforgó, már egy órája állunk. Összesen 400 métert haladtunk, tudjátok-e, hogy mi lehet az oka? Atomanti kérdezte SMS-ben. Hát nem látom, egyelőre hallgatok, nem küldték el. Valószínűleg csak a szokásos hétfő, de ha esetleg van ott valami más baleset, lerobbant autó, küldjetek el nekünk, jó? Hogy tudjuk mondani. 6 perc, pontosan 8 óra jövünk Ákos hírei után. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 8 óra után vagyunk, pontosan 7 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk és folytatjuk. Azt nézem, hogy van-e friss közlekedés hírünk. Trafi az M86-os 84-es kilométerénél, a felüljáron, a Dupla hídnál. Geri Golf 5-ös küldte nekünk. Holnap Győrből indulok, Lajos Mizsire, tudtok segíteni, hogy milyen forgalmi helyzetre lehet számítani? Esetleg érdemes Frábátod megkérdezni, köszi Balázs. Hát nézd, előre elmondani azért, hogy Győr és Lajos Mizsire között holnap reggel mi lesz, bátor lenne. Erre mi sem vállalkozom. Az M0-áson lehet egy kis torlódás. Vagy biztos. Vagy ha szerencséd van, akkor semmi nem lesz. Igen. Hírünk van a 10-es útról, hallgatóink elküldték nekünk, hogy nem csak a szokásos hétfő van a 10-esen, csütörtöktől ilyen a forgalom, Ossan Flórián tér minimum másfél óra. Uh-huh. Atya úristen. Tehát mire ugye a solymári Ossantól bejössz a Flórián térig, ez másfél óra. De mi átállítottak valami lámpát, vagy feltúrtak valamit, vagy mi újítanak ott, vagy mi lehet az oka? A körforgalmat már elintéztük, úgyhogy az nem lehet az ok. Ki van pipába? Azt már megcsináltuk, azt már odaadtuk a fővárosnak. Felépítettük a agglomerációnak. Igen. Nem lehet az oka, nem tudom, hogy mi lehet. De akkor küldjetek el nekünk. Fehérvári Újcsóri út befelé elesetes Zsolti küldte nekünk. M6-os 85-ös kilométerénél fotóznak. Pécs felé ott is vigyázzatok. Valamint azt nézem, hogy ha ugrik a gépem. Igen, Mátraverebélyben trafi van. A TAR felül érkezőket lövik, ez csupesz küldte nekünk. Székesvérvár 8-as számú út, Újcsori út és a Lillő körforgalom kamion az árokban alakul a dugó. Kiskunmajsai Molkút előtt szintén mérnek, és a Sümeg felé közlekedőket mérik a rendőrök a 84-esen Sümegnél. Szép napot, Dorci!
Köszönjük szépen. Mondani akartam egyébként még ez az örök ifjú, vagy szépkorúak vitalitása témakörül, hogy voltam szombaton a Szabadidős és Masters országos súlyemelő bajnokságon, hát és ott is láttam csodákat. Hány éves volt a csúcstartó? Hát ott az van, hogy ilyen 60-70-80 lass kategóriában is még löknek, szakítanak elképesztő ellánnal, és annyira bizonyítanak annak, hogy az elképesztő, nem csak maguknak, hanem az egykörű versenyzőtársaknak is, meg a haveroknak is, hát hihetetlen küzdelmek voltak, de ugyanakkor meg fantasztikus is volt látni egy ilyen mókás jelenet is van, vagy azt látod azért, hogy tényleg jó karban lévő 70-esek nyomják? Vannak köztük. Oda néz azt a tablóképet. Elképesztően jó arcok voltak. Imádtuk minden percét. Nyilván csak nézőként voltunk ott, bár amúgy már indulhatnánk, csak hát sok közöm nincsen a súlyemeléshez, csak nézőként, de fantasztikus volt látni ezeket az idős hölgyeket, mert hölgyek is voltak, tehát nem csak urak, hanem hölgyek is voltak, és hát hihetetlen volt. Nagyon-nagyon szórakoztató is volt, meg felemelő is, meg tényleg jó volt azt látni, hogy ezek az emberek ezek nem adják fel soha. Óriási. Szakítanak, löknek. Ja. Nagyon. Vannak köztük olyanok, akik nyilván komoly sportolói, versenyzői múlttal rendelkeznek, de vannak olyanok is, akik mit tudom, középkoron vagy még idősebben ismerkedtek össze a súlyemeléssel, de már ilyen szabadidős tevékenységként és bődületes. És mit csinálsz egy ilyen versenyen? Hát, nézőként. Elmentem, kíváncsi vagyok rá. Ez volt a szombati progi. Hát a magát a sportot azt ugye szeretem, és akkor gondoltam, egy ilyen Masters versenyt még nem láttam, úgyhogy elmentem és megnéztem. Nagyon jó. Anyával karöltve ott áldogáltunk. Testben. Uh-huh. És ő is ide akart menni? Tessék? Ő is ide akart menni? Vagy nem tudom, más? De kellett fuvar. Elvitetted magad. <mi? gül> Ne, ő is nagyon szereti ezt. Ő dobóatléta volt annak idején, úgyhogy hozzá is közel állnak így. Ezek a sportok is. Mi van azzal az idős hölgyel, akit elvittek a Kossuth térről? Csak jaj, egy mondat erejéig. Az engedély nélküli irányára. Tudom, hogy nagyon megosztotta itt a Facebook közösséget. Igen. Mindenkit. Igen. Ugye volt egy néni, aki árult, és aztán elvitték a közszerűen. Igen, mert kellett volna. Itt ugye nem csak az, hogy elvitték, hanem hogy elvették a virágait. És nem adták neki vissza. És nem adták vissza, illetve megalázó módon beszéltek vele. Ugye két oldalról tud megközelíteni az ügyet. Egyik az, hogy ő tényleg nem árulhatott, mert nincs neki engedélye. Nincs őste. Ha van, akkor már nem viszik el. A másik viszont, amit tényleg kikérsz magadnak, hogy egy 70 éves nénivel nem kell így bánni. Ő nem egy köztörvényes bűnöző, nem egy terrorista, tehát nem kell megalázni. A saját magát nem kell termelt virágokat vitte ki, nem lopta nyilván sehonnan. Nem a mezőn szedte, ott van a kis kertjében megtermeli. Mondom, az árulása volt a baj. Nem? Persze, igen, nincs igen, meg. Egyébként, ha van egy őstermelői igazolványod, akkor ugye a lakóhelyed szerinti 50 kilométeres körzetben is Budapesten árulhatsz, de neki nincs ilyen igazolványa. Nincsen. Érted? Tehát a néni tényleg hibázott, mert úgy árult, hogy nincs igazolvány. Csak ki kell váltani. És ezzel nincs is baj, hogy megkérel, azt mondod, hogy néni, tessék összepakolni, hazamenni, váltsa ki az igazolványt, jöjjön vissza és áruljon. Ezzel nincs gond. Itt az a baj, hogy nagy darab kigyúrt napszemüveges emberek, hogy a sztereotípiákat tovább erősítsük. Oda mentek, elvették a nénitől a virágait, érted, és hazaküldték olyan hangnemben, amit... Kisérgették ott, mint egy ilyen bűnözőt. Igen, érted? Tehát, hogy ezt nem kell csinálni már szegénnyel, és azért egyébként ő meg azért árult virágot, mert azt hiszem a lánya beteg, és a szeretné támogatni. Így van, és akkor kis szemgyógyszerére ő így szedi össze a pénzt, hogy elad 3 nárciszt, meg 2 kökörcsint, vagy mi az. Szerintem, hogyha korábban is figyelmeztették volna nénit, akkor biztos, hogy megértette volna, hogy ezt nem lehet, mert egyébként egy nagyon kultúrát nagyon helyes néniről van szó, csak hát nem rendelkezett azokkal az engedélyekkel, amik kellenek, tehát hogy senki sem állhat sajnos a törvény felett. Igen, ez a jogos, de nem így. És rángatták a nénit? Hát igen, meg elvették a virágot, meg álltak megalázó, ugye nem voltunk ott, tehát ez szegényként. Már a híradások, megalázó módon beszéltek szegénnyel, nem kell ez, szerintem. Egy 70 éves, egyébként tisztességben megöregedett nővel, nem kell csinálni ezt, ja. Igen, én is olvastam, hogy meglepődtem. Közben meg azt látod, hogy különböző aluljárókban nem tudom, vizet árulnak, kapott cigarettát, meg nem tudom mit, és hát ugye és ott meg azért, hogy nem látod annyira határozott zöldségeket, meg ilyeneket. Igen, és akkor az idős nénire ott ketten ott most elkezdték ott, igen, nem tudom, rángatni, meg elvették a virágját, tehát hogy lehet azért ezt úgy méltósággal is csinálni, nem? Persze, és ráadásul nagyon sokan felajánlottak egyébként a néninek anyagi segítséget is, hogy azzal támogassa a lányát, de ő azt mondta, hogy nincs rá szüksége, ő nem könyöradományt akar, ő egyszerűen csak azt szeretné, hogyha a kis virágjait árulhatná.
És kiváltja az engedélyt? Hát szerintem egyébként ez egy szép gesztus lenne, azért most az elmúlt időszakban is volt például a MÁV részéről is egy ilyen gesztus, szerintem tök szép lenne, hogyha adnának neki egy ilyen őstermelő igazolványt. Nem, tök, tehát most mi múlik ezen? Tehát hogy az illetékes hivatal azt mondaná, hogy na, töltsetek már ki a néninek egyet, az kész, hagy árulja már a kis. Mi a szabályozás, én nem tudom, tehát nekem terem mondjuk alma a kertemben, és én kirakom, és elkezdem árulni, és én ebből szeretnék egy kicsi bevételt, akkor ez bizonyos összeghatárig lehet, összeghatártól nem lehet? Ez hogy van? Tehát ez sose tudom, hogy nekem saját almám van, és én kirakok, és székre kiülök, ott Törökbálint környékén, és csak bali almára. Hát nagyon megnézném egy, tehát nagyon megnézni. A mezőgazdasági őstermelőnek minősül az a 16. életévét betöltött nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet folytat, és ennek igazolására őstermelői igazolványa rendelkezik. Hmm. És ha nekem nincs őstermelő, csak van egy almafa a kertemben. Igen, bali kicsi almafácskája. Egyed otthon. Bali kicsi almája. De én akarok egy kicsit árulni. Emlékeztek, amikor garázsvásárról beszéltünk, ott az igen? volt, hogy 600 ezerig eladhatsz bármit. Akkor otthon, az almád? Otthon. De most az van, hogy Bali ül a házuk előtt. Ja, a kis hát hokerlin, az lehet. Hokerlin egy piros weilinggal a kezében, és az tele van piros almácskákkal. Akkor 600 ezer forint. Csak itt üldögélek. Aranyom. Ugye, hogy van? Nem árulom. Nem tudsz, hogy 200 forint. Nem. Régi tábla az már. 200 méter. Csak támasztom le, hogy ne előjön a láda. Milyen? Ezt sose tudom, hogy ennek pontosan mi a szabályozása. Úgyhogy itt a nénivel az volt a gond, ugye, hogy bejött a fővárosba, és a Kossuth téren akart, vagy nem tudom, hol akart árulni virágot. Ha ő ezt otthon a háza előtt teszi meg a kis székről, akkor valószínűleg senki nem szól semmit. Tehát ha te az almáiddal bejössz ide, és nekünk akarod eladni 200-ért, ahhoz már kell az őstermelő igazolvány. A házad előtt ülhetsz nyugodtan a hokerlin. Akkor kiülök. Kiülök. Nekem most csak fűszernövényeim vannak. Úgy. Nagyon jó. Hát, jó. Bazsalikomok. Hát te fűszerdoktazó. Hát most hát kinek, árulok egy kis marokkói mentát, egy kis citromlevelet. Mindenfélét. Nekünk még némi hamis ciprus levél van, kicsit bevarosdásod, ilyesmi, egy, hogy hívják, FKF-es régi zacskóba van. Ja, erről jut eszembe egyébként. Dorogi Gabriella, az FKF szóvivője küldött nekünk lebomló zöld hulladékos zsákokat. De nekem nem kell, én kikérem magam. Neked nem is küldött fel. Hát ez az. Igen, hát szerintem az. A naplós Dorogi Gabriela? Igen, jó fej volt, ma reggel itt várt a csomag a portán. A Dorogi Gabriela ezzel foglalkozik, hogy Vadon Jánosnak legyen izéje. Na, emlékeket el volt írva Balázs nevés, csak direkt nem mondtam le. Mert nem akarod odaadni neki, mi? De mire kaptuk ezt, hogy hát, mert ugye beszéltünk arról, hogy lejárt a mandátum a régi zsákoknak, és emiatt nem vitték el tőlünk. És az új zsákok már ilyen lebomló zsákok is, és hát mondtuk, ugye, hogy ebből még viszonylag kevés kapható, meg csak meghatározott helyeken lehet beszerezni, és ő ezért küldött ebből egy pár mintát, hogy addig se legyünk bajban. Nagyon szépen köszönjük Dorogi Gabinak, egy tündér. Nagyon, nagyon köszönjük, tényleg. Abszolút. Ez jól jön. Már annak, aki szelektíven gyűjti a hulladékot. Hát, akik nem érintettek, azok de tovább érintett vagyok, csak hát, nálunk csomó zöld hulladék van. Nálunk van zöld hulladék is, és a mi környékünkön már szelektíven gyűjtik a hulladékot, csak én elhagytam. Ott van az a régi zöld Skoda is. Mindig berakom az üveget, meg a műanyagot a régi zöld Skodába, hogy majd egyszerre vigyék el az egészet. Nem, nálunk az önkormányzat kiértesítette az ott lakókat, hogy vegyük föl a kukát, mert van sárga kuka, van kék kuka, ugye, ugye nem át a kuka fekete, csak a teteje. És elhagytam a levelet, és most nyomozok, hogy hol kell ezeket a kukákat felvenni. És nagyon helyes, mert van nálunk egy, a szomszédban egy idősebb hölgy, aki hát finom felhívó szándékkal mindig átkérdez a kerítésen, hogy sikerült-e már elhoznom azokat az ominózus kukákat, és mindig terelek. Ő a szívén viseli a sorsát. Ő nagyon, és ugye hát látod, hogy ugye az van, amikor jön a szelektív hulladékgyűjtés, akkor már mindenkinek itt van az utcán a kuka. Csak a tietek sem. Doszpotékében feltűnően sok van. Igen, viszont az ővel láttam festékes vödröket. És a mi utcánk már egyetlen egy ház előtt nincs kint a szelektív kuka, előttünk. De nem azért, mert én nem gyűjteném szelektíve, hanem egyszerűen voltam annyira trány, hogy elhagytam. És a néni mindig, amikor meglát a kertbe, akkor átkérdez, finoman felhívó jelleggel, egyre szigorúbb hangvételben, hogy miért nem hozom már el a kukákat. A múltkor azt vettem észre magam, hogy bujkálok a néni elől, és úgy megyek be az ajtón a babér mellett lekúszva, mert kint valamit csinált a kertbe. Lopat
pakoltam be. Szép a japán keresztje, Balázs. Nem látom vagyok. Ám, ott van a fikusz mögött. Nem bujkáljon. Nem bujkáljon, ne ragyom. Nem én vagyok, én a vízorralolvasó vagyok. De hogy vagy a vízorralolvasó? Te büdöskölök, gyere ki a fikusz mögött. Még a levegő is forr, ez nem te vagy. Bujkálok a saját házammal a néni elő, mert mindig egyre szemrehányóban, de nagyon intelligens, olyan aranyos, csak átkérdez, hogy sikerült-e már elhozni. Miért nem kérdezed és meg tőle? Hát már megkérdeztem. És nem tudja. De tudta. Ja, csak elfelejtettem. Nem, hát elmentem arra a címre, amit tudod, de ott nem volt. És lehet, hogy rosszul értettem, amit mondott, vagy neki más hozta el. És egyre mérgesebb a néni, ahogy átkérdez egyébként. És mondom, bujkálok. Hát most nem tudom. De ez a környezetért való aggódás az ő részéről? Nálunk ez nagyon egységes. Igen? Tehát, hogy ezt igen, kiveti magából az a közösség, azt az embert, aki nem így gyűjti. Tehát, a telkét fölégeti és sóval beszorja. Nálunk azért ez nagyon-nagyon működik, hogy itt mindenki egy emberként gondolkodik. Hát, vagy a néni megtalált az értesítő levelet, amivel átvehetnéd, és ne dugtam a pendelyem! Nincs itthon az uram! Ha átjössz, megkóstolhatod a pitémet is! Köszönöm, feleségem van. Fú, de jó lesz ez utához a érted, én tudjátok milyen vagyok. Mit szól a Balácska egy kis házi lebbencshez? Magam nyúrtam. Jó, nézd, egy zöld kukáért igen. Tehát ha megmondja, hol lehet fölvenni, most már lassan ott tartok, hogy bármit bevállalok. Csak valaki mondja el, hogy hol lehet ezeket a kukákat felvenni, mert engem elégetnek elevenen az utcában. Nem kell félni, az uram nem tud kijönni a belső szobából. Leláncoltam. De már trombóz. Na. Jól van, kezdjük el a 8 óra utáni témánkat, mert hogy készültünk természetesen. Jól van. De jó lesz tényleg, jó lesz befordulni az utcában. Körben én ott metzi a cseresznyét, én meg elmegyek. Nem mellette. Baj, nem menj, mindegy. Gönczi Gabinál kellemetlenül senki nem érzi magát. Hát akkor Gönczi nem ma kezd. Hát úgy volt, hisz már 20 éve csinálja. Eltolták a kezdést. Úgy volt, hogy április, ezen a héten hétfőn kezd, de most úgy volt, hogy májusban kezd. Igen. Eltolták. A robotkamerák miatt. Meg kell tanulni a robotkamerát? Igen, mert állítólag. Más, hogy kell belenézni? Ez más, ezek nagyon, nagyon robotok ezek a kamerák. De most nagyon a régi kamerái, még a régi nem helyet. Vihette magával. Nem úgy, hogy viszed. Az nem a tiéd. Aha. És hogy nincs operatőr, akkor nem, nem be, utána, és utalérték, azt hiszem. Utalértünk. Valahol igen, azért a lányanyúsítva mindkét a kazettát, három DV kamerát. Azok a kamerák, nem a te kameráid, Gábor. Jaj, most veszem csak kész. Na, kezdjük el a 8 óra után egy témánkat, mert egy nagyon helyes dolgot találtunk. Végeztek egy internetes oldalon egy felmérést, és arra a kérdésre keresztik a választ, hogy milyen gyakori jelenség az, hogy egy-egy elhunyt ismerősünk, rokonunk, barátunk visszatér, hogy valahogy jelezze jelenlétét. És megdöbbentő eredmény született egyébként, mert elmondták a kísérletben résztvevők, vagy azok, akik válaszoltak ugye a kérdésekre, hogy 10 emberből 6 azután is találkozott egy-egy szerettével, miután az meghalt. És megdöbbentő egyébként, amit mondanak, mert hogy van karácsonykor megjelenő nagypapa, van a férj lélegzetét még asszonykája nyakára lehellő férj, a búcsúzó szomszéd, és van dühös halott is, tehát nem Magyarországon végezték a kutatást. Mindenesetre kiderült, hogy ahogy mondom, 10 emberből 6 még valamilyen úton módon kapcsolatba tudott kerülni elvesztett rokonával, szeretével, miután ugye hát az illető már egyértelműen meghalt. Még bejött egy rendelés a Reader's Digest-tól. Igen. És egy IPM előfizetés még másfél évig. De önmagában a cikk egyébként megdöbbentő, mert hogy azok, akik válaszoltak a kérdésekre, azok egészen pontosan el tudták mondani, hogy mi történt azután, miután a szeretük meghalt, hogy adott még jelet, mit csinált velük, és kivette észre őket. Van, ahol a gyerek szúrta ki, hogy a nagypapa visszajött, van, ahol a feleség még kért egy utolsó jelet az ő férjétől, és kapott egy lélegzetet a nyakára, van, ahol mondom, a kislány észrevette, hogy nagypapa ott ül a kanapén, ami azért kicsit furcsának tűnik. Igen, és körtebbet befőttet, majd szól.
És a kedvenc házi kerítés. Eszi mogyoróval. No, de hogy ne vessük el azért ezt egyből. És mi is végezhetünk egy közvélemény kutatást, sőt számítanánk arra, hogy hallgatóink adásban elmondják ezeket a paranormális jelenségeket, amikor is valami olyat láttak, tapasztaltak, éreztek, ami ugye hát nem volt, nem lehetett egyszerűen megmagyarázni a fizika törvényszerűségeihez képest, és nem volt rá normális, elfogadható magyarázat, hogy mi történt. Például egy hölgy elmondta, amikor kitöltötte a kérdéseket, hogy 51 év házasság után vesztette el az ő férjét, akit nagyon kedvelt, és állandóan beszélt hozzá halála után, és azt mondta neki, hogy üzenjen még neki valamit, hogy jól van, hogy igaz, hogy más síkon van, más dimenzióban, de hogy adjon még jelet. És a nő azt érezte, hogy két hosszú fújást kap az ő nyakára, és ezzel megköszönte a férje jelenlétét, hogy igen, köszöni. Szépen érezte, hogy a férje ott van még vele, két hosszú fújással jelezte a férje a nyakára a nőnek, hogy a lehelletét. Tényleg a nyitva hagyott konyha ablakon keresztül beáramló légáramlatot annak veszük, egy jó keresztül, hogy apu vissza. Tehát, hogy tényleg erre azt mondjuk, hogy ez frankó visszajelzés. Hát, ugye, ki miben hisz? Ki miben hisz, igen. Hát ott vagy egy ilyen elkeseredett helyzetben, imádkozol, hogy apa adjon még valami jelet. Jön két ilyen fújás, és akkor azt mondod, hogy ez a jel. Az volt a jel, miközben csak a rosszú szigetet nyilván záró. Hát pontosan. Van, ahol karácsonykor jelent meg a nagypapa, ezt egyébként egy édesapa mondta el, aki az apukáját vesztette el, és az édesapa gyermeke mondta, hogy karácsonykor megérkezett a nagypapa, és hol van? Kérdezte az apuka, mire a gyerek megfogta emberünk kezét, odavitte a kanapéhoz, és rámutatta, hogy látod, itt ül. A gyerek akkor 2 éves volt. És a kislány nagyon vidáman elmondta, hogy éppen ott ül a nagypapa a kanapén, mire a férfi lenyilatkozta, hogy ő bizony nem lát semmit, nyilván nem látott semmit, de a kislánynak lehet, hogy volt még valamilyen érzékszerve, ami nyitottabb állapotban volt, és próbálta meggyőzni az apukáját, hogy de ott ül a nagypapa a kanapén. A kérdés, hogy mit csinált, ugye? PlayStation 5. Májszolt, Bájgrit. Bájgrit, Májszolt. Fintalag ma Májszolt. És hangosan kérdez, hogy kisóztál ezt a halász lehet. Na, de hogy a dolog érdekes, mert hogy megkérdezzük hallgatóinkat is, hogy meséljétek el nekünk, és most lehetőleg nem SMS-ben, hanem telefonon keresztül, hogy ti mit láttatok, mit tapasztaltatok. Nektek volt már bármi olyan, amiről azt gondoltátok, hogy ez akár földön túli is lehet, vagy valaki van a lakásban, akit mondjuk nem láttok, vagy nem hallottok, kísértett szellem, bármi? Egyszer volt. Nem volt. Tényleg? Nem. Mondd már el. Nem nálunk például apám. Móninak volt. Na. De neki nem csak, hogy volt, hanem neki viszonylag sűrű, van is ilyen élménye. És én hiszek neki, tehát, hogy nincs más választás. Így van, sajnos. Nem el kéne költözni. Kerülnöd a konfliktus. Morcos lenne, és akkor a havi egy se lenne meg. Tehát, hogy az van, hogy ő rendszeresen lát, meg látott. Tehát, hogy például ő találkozott mondjuk édesapámmal, már jóval a halála után, a házban, a családi házunkban. Szembe jött vele a folyosón. Oh. És akkor mi odalapult a falhoz, és nem engedte? Nem, valahogy így áthussant rajta. Tehát, hogy így ilyen picit... Hát azért megállnék, ha itt szembe jönne apám, vagy a te apád, vagy tök mindegy, és mi a teendő? Tehát mit kell csinálni? Ott állsz, és jön szembe, és keresztül megy rajtad. És ő így látta. Tehát így én elhiszem neki, készségem nem iszik. Nem, gyógyszer. Már nem vagy. Mondjuk ez a sok gyógyszer, amit visszahol. Fájdalomcsillapító még lehet. Alapjában, tehát akkor azt mondjátok, hogy ti nem hiszitek el ezt a dolgot. Hát, tehát valószínű, hogy ez valamilyen érzéki csalódás lehet? Nálunk a faluban sok ilyen volt, de mindig, tehát hogy mindig kiderült, hogy mi történik. A Sanyi bácsinál például a pálinka elkezdett fogyni a halála után, és akkor kiderült, hogy a szomszédok járnak át a feleségéhez is. Érted? Tehát, hogy ezek... Ja, mert azt hittitek, hogy Sanyi bácsi még egy kicsit visszajár. De, igen, hogy azzal jelez, hogy jó sikerült a főzet, és akkor, hogy ő még visszajár koltyogatni, de aztán kiderült, visszajár a Sanyi, ott van a ganyén a hátul, de hogy nem, tehát hogy nincsenek bizonyítékok, az a baj, látod, és ugye Jani sem látta a szellemet, nem. Csak a Mónika. Akinek te hiszel, nyilvánvaló, hiszen hát drága nejed, és én is hiszek neki. Senki sem tökéletes. Én mindig azt mondom, hogy amíg engem ez nem ér így el, addig olyan nehezen megfogható ez a dolog. Hát nyilván neked is vannak az életedben olyanok, akinek viszont elhiszed. Mert hogy hitelesek számodra.
annyira nem iszik nálunk. De te akkor hinnéd el, ha te látnád saját szemeddel? Hát, tehát tudod, ülnél ott a, mit tudom én, a stelázsidon. A stelázsidon? Így van, ülök a stelázsidon. Ülnél a stelázsidon, logatnád a lábádot, kolbászt majszolnál, és megjelenne bicskával, kint ülnél Lukas Zokniban a pitvarban. Pitvarban, és azt mondja apám, hogy te gyere. És érre szólnád éppen a szakajlóban a kukoricát. A tikoknak. Érted? Akkor igen. Én nem tudom, én valamiért hiszek ebben a dologban. Tehát én nem... Tudod mi, mert nem akarjuk elfogadni, hogy nincs tovább. Nem azt mondom, nem? Hanem a kísértett jelenségekben abban, hogy valaki megjelenik, hogy valaki nem tud elmenni, hogy valaki itt ragad, hogy valaki kísért. Szóval, hogy én nem, nekem ez nem annyira ördögtől való. Tehát én simán el tudom hinni, hogy valaki mondjuk nagyon ragaszkodott a fizikai élethez, vagy ehhez a fizikai síkhoz, dimenzióhoz, meghal, de valamiért ezt ő nem tudja, nem jön rá, nem fogja föl, és valahogy így itt marad, nem tudom, két világ között. És aztán a frászt hozzá rá, nyilván, hogy elcsosz szokott, nem tudom, 83 éves, ha beköltözik. És akkor odajön apád, és az öletben dob egy kulcsot, és azt mondja, hogy Warbur, piros a kedvenc színe. Istenhetes. Üdvözlöm, apa! Szóval azért nagyon sok helyen, nagyon sok lakásban vannak zajok. Az új! Beszarsz, úgy megy. Zajok, csoszogások, hangok. Én nem zárom ki ezt igazából. A gyerekek is nagyon sok fura dolgot érzékelnek. A macskák, a kutyák is egy csomószor viselkednek furán. Tehát nem biztos, hogy azért ezt így egyértelműen el tudnám. Mert én értem, amit te mondasz, hogy neked kellene egy kézzelfogható bizonyíték. Mindig az összes ilyen zaj van a lakásban, fényjelenség van a lakásban, aminek én tanúja voltam. Csak túl sok volt az abszint. Vagy sokat ittunk, azért volt, vagy minden megmagyarázható. Vagy mert bevezették a villanyt. Nem értettem. Fényjelenség van, igen. Nem értem, hogy lehet éjszak. Mozog a járda, aztán rájött, hogy megy mozgó lépcsőn, vagy Pesten. Jön az alagútból valami kép. Ez a tudatlanságunk. Szaladták, kiderült, hogy csak egy metró. Van, ez a tudatlanságunk, és közben azt gondolod, hogy ja Istenem, ott úgy mennek emberek fölfelé, hogy nem jár a lába. És tényleg ma... Nézd már, hogy nem, Budapesten vagy, ez egy mozgó lépcső. A tudatlanságból fakadó vélelmezzük azt, hogy akkor azok szellemek, ott pedig csak a mozgó lépcsőn mennek föl. Tehát neked nem egyértelmű bizonyíték Baló György sem. Na ő igen. De ő másra. Hogy mi kell még? Hát nem elég bizonyíték, hogy itt van közöttünk. Hogy kérdez és itt él. Na, drága hallgatók, átadjuk nektek a terepet, jó? Most tényleg 555-55-00, inkább telefonszámunkon keresztül próbáltok velünk kommunikálni, mert kíváncsiak vagyunk a részletekre, és SMS-eket beolvasva nem tudunk visszakérdezni egy-két dologra. Tehát, ha a gyermek látott valamit, ti tapasztaltatok, vagy van olyan élményetek, hogy valamelyik szeretetek szülők egyszerűen nem távoztak úgy, ahogy ti ezt szeretétek volna, és azóta is ott van köztetek. Próbáltok bennünket meggyőzni arról, hogy mi történt, mit láttok, és aztán eldöntjük, hogy hihető a dolog, vagy nem. Én biztos, hogy el fogom hinni, mert én ezekben hiszek. Hát Ferit kellene inkább meggyőzni, ő az, aki hitetlen. Hát hallasz egy olyan történetet, ami meggyőz, nem? Amire nincs fizikai magyarázat. Aha, nagyon várom. Na, telefonáljatok, jó? 555-55-00 a telefonszámunk. Azt is csináljátok, hogy leírjátok SMS-ben, és akkor mi majd, ha úgy érezzük, hogy olyan a történet, akkor visszajövünk benneteket, jó? Jöhetnek az SMS-ek, mi pedig jövünk, Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan 5 perc múlva. Egy nagyon érdekes témáról beszélgetünk, végeztek egy felmérést, nem Magyarországon, és ebből a felmérésből kiderült ugye, hogy 10 emberből 6 azután is találkozott egy-egy szerettével, miután az meghalt. Ez egy internetes oldalon készült ez a felmérés, és arra a kérdésre keresték a választ, hogy milyen gyakori jelenség az, hogy egy-egy elhunyt ismerősünk, rokonunk, barátunk visszatér, és valahogy jelzi a jelenlétét. És a válaszadók rengeteg történetet megosztottak egyébként a felmérés készítőjével, hogy milyen körülmények között, hogyan, mikor találkoztak elvesztett szerettükkel. És kértük hallgatóinkat is, hogy írjátok meg nekünk, hogy nektek volt-e már ilyen élményetek, ugye? Hát köztünk szólva megosztott a dolog, mármint ami a stúdióban van. Jani szerintem inkább hisz benne, én nagyon, Feri pedig ugye egyáltalán nem. Ő azt mondja, hogy ha ezt egyszer a saját szemével látná, akkor igen, de addig ez valamilyen érzéki csalódás lehet. Vagy valami olyan, amit hirtelen az ember ott nem tud megmagyarázni, de aztán van rá racionális magyarázat. Hát nagy általánosságban van, meg főleg a látó személy szokott ilyen érdekes ideg állapotban lenni, mondjuk a haláleset után, ez tökre érthető. Vagy hajlamos valamit belelátni, vagy belegondolni valamit, igen. Na, meghallgatunk egy-két történetet, aztán megpróbáljuk eldönteni, hogy igaz lehet, vagy nem. Már nem is az, hogy igaz, mert biztos, hogy igaz, hanem, hogy milyen érzékelés lehetett, vagy mit érezhetett a hallgató. Halló, jó reggelt! Hello! Hello! Ciao, hello, Kati! Jó helyen vagyunk, Kati! Igen. Hello, na, veled mi történt?
Hát ez úgy volt nálunk, hogy a dédi, amíg ott lakott nálunk élete utolsó éveiben, mondta, hogy lát nénit, meg kisgyereket, és akkor ők hívják magához. Nem igazán hittünk neki, biztos öreg, mit tudom én. Hát ugye racionális próbáltuk mi is megközelíteni, és amikor meghalt, utána nekünk is nyilvánvalóvá vált, hogy vannak dolgok. Volt, a kisfiammal voltam otthon, akkor született, ugye ilyen gyesbetegség lehetett volna, hogy képzelődött, de nem, a többi család többi tagja is. Ugye a váza beesett a szoba közepére, akkor a hűtő be volt csukva, és éjszaka, hogy mentem ki, körbe világított a gumi mellett, és oké, biztos valami elektronikai probléma, és akkor ráragasztottam egy gyufát a hűtőnek az ajtajára, hogy benyomja garantáltan azt a kis gombot, ami ezt a lámpát kapcsolja. És másnap reggelre az le volt tépve a szigetelő szalaggal, együtt is lógott ki a hűtő ajtón kívülre. És nem volt senki a lakásban, tehát egyedül voltál? Nem. Uh-huh. Egyedül. És a húgom, ő mondta, hogy szólt a rádió éjszaka, és akkor hiába kapcsolgatta, nem kapcsolódott ki, aztán kihúzta a falból, ugye úgy kikapcsolódott. De ezek lehetnének ilyen elektronikai dolgok, ami meg lehet magyarázni. De aztán egyszer beszélgettünk a konyhába, és nagy csattanás, és a másik szobában a karm is leszakadt, úgyhogy neki ütődött a szemben lévő falnak is, ráesett az ágyra, meg a radiátorra. Tehát ez már azért egy kicsit durvább volt. És ki lehet, fiam, vagy mi lehet, mint gondolkoztatok ezen? Szerintem nem ismerjük, én úgy gondolom, mert a dédi, tehát nem volt ilyen válasz, vagy ilyen beszéd, vagy akármi, amit beazonosíthattuk volna, hogy a családtagja. Egyszerűen csak nem tudom. Aztán végül is kezdtem elgondolkodni az, hogy a nagymamám, a apukámnak az anyukája, mert a kisfiam, amikor homokozott az udvaron, és jött, és mondta, hogy énekelt egy éneket, és kérdeztem tőle, hogy Benike, ezt ki tanította neked? És azt mondta, hogy anya szája lett a földnek, és ő tanította. És kérdeztem tőle, hogy és nem ilyet tényleg? Azt mondja, nem, ő szeret engem. Annyira érdekes volt, hogy ugye én nem mondtam, nem adtam a szájába a szavakat. És volt még egy olyan sztori is, amikor a pulcsiját próbáltam ráadni a babára, és akkor még ugye kisebb volt, és nem tudtam teljesen felhúzni a cipzárt. És kifordítottam a pulcsit, és a cipzár befelé le volt varva ilyen fekete cérnával, X, mindenféle krikszkrakszosan, és azt sem senki nem volt, tehát nem én emlékeznék rá. Aha. Nem a tesóm, nem az anyukám. Ezek érdekes dolgok egyébként, igen. Amiket mondasz. Én hittem benne, tehát én is röhögtem az ilyen embereken, hogy kérdés. Igen, főleg a gyerek mondja, szerintem az igazán érdekes, amikor a gyerekek adnak olyan leírást valakiről, aki ott van a szobában, nagyon sok ilyen SMS-ünk van, igen. Kati, köszi, hogy elmondtad. Ciao, hello. Nekünk a nagyobbik lányunk látott éjjel egy bácsit az ágya mellett. Pontos leírást adott a kinézetéről, hogy néz ki. Ezt Gábor küldte nekünk. Én nagyon sok olyan SMS van tényleg, amikor gyerekek mondanak valamit, látnak a fürdőszobában, köszönnek különböző bácsiknak, azért az izgalmas. Igen. Nem? Igen. Hát van ami így tényleg elgondolkodhatja az embert, mondjuk a Karnés esetében szerintem egy jó megválasztott méretű tipli sokat hozott volna dolgot. Lehet, hogy javított volna, na, igen. Én vagyok. Ja, itt van még egy hallgatónk. Halló, Gabi, jó reggel, ciao. Jó reggelt kívánok, szervusztok, Gabriella vagyok. Szia! Te mit láttál, vagy mit tapasztaltál? Hát, ez érdekes dolog, illetve hát érdekes dolog, ez nekünk volt nagyon érdekes, már most 25 éve, hogy meghalt az anyukánk, mi sokan voltunk testvérek, és tudod, mi akkor ilyen társasházban laktunk, föl emeleten, anyu úgy föl jött, az leült, egy bizonyos helyre ült le mindig. Amikor feljött, és akkor ívott valamit, vizet, üdítőt, pici bort, amit adtam meg, ki vagy, ami volt otthon. És akkor, mikor anyukány meghalt, akkor feljött a két nővérem. Leültünk oda az előtérbe, de azt a helyet üresen hagytuk, ahol anyu ült mindig. Ittunk egy-egy pici bort, és öntöttünk egy pici pohárba egy anyunak is, mintha ott lenne, ember, igen. És hogy ittunk. Ebbe a pillanatban de mind a hároman azt láttuk, ez ilyen kis pad, ilyen sarokpad volt, hogy a padnál egy fény lesuhant, tehát valami arról a padról leesik, mintha leesett volna, mondjuk olyan, mint egy kis szelyem szál, vagy egy kis laza kis fény, mint egy szál, vagy bármi leesett volna, vagy egy kendő, és akkor oda néztünk mind a hárman egyszerre, tehát nem csak egy láttam, mind a hárman. Kihúztuk a padot, mi mindent csináltunk, semmit nem találtunk. Tehát tudtuk, hogy anyu megjelent. Hm. És akkor, tudod, borzasztóan szomorú voltam, én is, meg a tesóim is, és hónapokig, és hogy nagyon sokat sírtam, szomorogtam reggelente, azt éreztem, mikor a legszomorúbb voltam,
hogy mintha valaki megsimogatni, nem simogatott, mintha ilyen őrült kellemes melegség elönti a testedet, és olyan boldog vagy, és szeretettel teli, hogy... Tehát ez is lehetett egy üzenet, azt mondod, hogy ő próbált neked valahogy üzenni. Tuti biztos, hogy üzenet volt, hogy hagyjam már abba ezt a szomorúságokat. És amióta mi anyukánk meghalt, azóta nekem, de nem csak nekem, tesójaimnek is, de csak a gondolatok jönnek, tudod? Tehát adja, nem tudom, hogy ez hogy van, így nem tudom neked elmagyarázni, amit észre kell venni, és azt meg kell csinálni, és aha, az jó. Tehát mintha kaptál egyfajta segítséget, ezt lehet így mondani. Jó, tudod, ezek a dolgok. Még egyet gyorsan elmesélek, volt egy névnap a bátyámékben, és akkor én titokban meghívtam anyut, meg akkor már egy bátyám is halott volt, hogy jöjjenek el ők is. Oda. Mint ha egy picit ezt élveznéd. Igen, de szeretem ezt a paranormális világot. Most már tudod, a szívem nem fáj annyira. Tehát most és már mi történt? Bocsánat, csak hogy haladjunk, igen. És akkor a szekrényről egy ajándékcsomag nem leesett, kiugrott a szoba közöttébe. Klassz FM-es. Tehát megjöttek a vendégek, akiket én meghívtam. És kiugrott egy ajándékcsomag. Teszék. Kiugrott egy ajándékcsomag. Kiugrott egy ajándékcsomag. Szó szerint ott nem volt senki, hogy leverje. Gabi, neked mennyi a pici? Legalább egy méterre kiugrott. Kiugrott egy ajándékcsomag. Hát ez nehéz magyarázat találni. Igen. Az ugráló ajándékcsomagra. Tehát vannak ilyen jelek, amit az embernek észre kell venni. Gabi, mennünk kell. Köszönjük szépen, hogy elmondtad. Köszi, kitartás. Szia, ciao. Hello. Csak gyorsan még egy-két SMS. Azt mondja, hogy kicsikoromban Zámbó Jimmy szellemét akartuk megidézni, arra kértük, hogy kopogjon kétszer, ha velünk van. Természetesen jött a kopogtatás. Nagyon megijedtünk, de kiderült, hogy csak apánk nem vitt magával a kulcsot, és be akar jutni. Nekünk a nagyobbik lányunk látott éjjel egy bácsit az ágya mellett, ezt elolvastam, hogy a pontos leírást adott arról, hogy néz ki. Egyik este néztem egy filmet a szobámban, éreztem, hogy valaki néz. Két nap múlva szólt az anyám, hogy szólt apámnak, hogy csapkodjon meg, mert hülye a fia. Apám ekkor már hónapok óta halott volt, ezt nem annyira értem. Két éves lányommal reggel 6 óra 5 perckor fürdőszobában teszünk-veszünk, egyszer csak felnéz a falra, ahol semmi nincs, de tényleg semmi, és elkezd integetni, és hangosan köszön, hogy szia bácsi, szia. Azért az kemény. Az erős. Az nem? Erős. Azért az erős. Két éves nem akar téged átverni. Tehát miért csinálná, hanem azért, mert valójában lát igen. valamit, nem? A gyereknél érdekesebb. A gyerek az igen. Igen. A szüleimnél friss festés után egy cipő talpának a nyoma jelent meg a plafon alatt, ugyanott a kislányom látta a dédit, és éjjelente sikolyokat lehet hallani. Ezt így küldte nekünk. Apám mesélte, igen, apám hát mesélte, hogy Jézusom. Még, akkor igen. Az a szomszédból jött. Apám mesélte, hogy miután meghalt a dédi, egy-két hétre mentek valahonnan a sötétben haza a haverjával, a Lajossal, egyszer csak hallották, hogy valaki mondogatja, Lajos! Majdnem betojtak, hogy visszatért a mama. Pár lépést mentek, és kiderült, hogy a macskák pároztak, és azok kihabálták, hogy Lajos! Hogy összefosztám magam. Én rettegek a magzó macskától, csak mondom, hogy rettegek tőlük. Mama rohadt életben, ne ijeszgesse, agyon ütöm egy péklapáttal. Basszus, ezt még egyszer megcsinálja. Úristen! Gyerekként egy este leült mellém az ágy egy öreg bácsi, és porcelettel kínált meg. Na jó, hagyjuk ezeket a papos történeteket. Próbálj komolyan venni a témát, légy, jó? Ez közvetlen egy hitanóra után. Beszélgettünk, aztán eltűnt. Másnap elmeséltem az anyukámnak, és meglepődve mondta, hogy az ő régen halott nagyapja volt az, aki gyerekkorukban neki is mindig sportszeletet adott. Ez érdekes történet. Három éves unokaöcsém álmában találkozott a születés előtt egy nappal meghalt dédapjával, aki őt úgy köszöntötte, ami az öregre nagyon jellemző volt, de a kicsinek biztosan senki nem beszélt erről. Ezért ez is érdekes. Nem? Ezt imádom, ezt a sztori. Jól, és a sztori nagyon jó, igen. Nagypapám december 26-án halt meg, szilveszter éjjelén születésnapján visszajött, és megrázta a csúcsdíszt, amit tőle kaptunk. Sokkoló volt. Hát, azért ezek érdekes dolgok, igen. Nagypapám halálának az estén a fürdőben a csapból magától elkezdett ömleni a víz, és nem lehetett elzárni, csak az egész csapot le tudtuk szerelni, és így állítottuk el. Írja nekünk egy hallgató. Feleségem testvére elhunyt, mikor róla beszéltünk, bekapcsolt a tévé, majd két vastag csík megjelent a tévén. Ez az adásszünet, vagy mi volt az régen? Nem, amikor beállította a videójel. A videójel, tényleg. A régi videó. Beállt végre. Igen.
Na jó van, hát köszönjük az SMS-eket. Érdekes azért ez a téma. Nem mondom, hogy meggyőzhette ő vagy, ugye? Vagy hogy valamelyik SMS-eket meggyőzött, de nagyon-nagyon sokan írnak. Hát az a sztori, ami úgy kezdődik, hogy és akkor megittunk egy pohár volt. Jó, az picit. Jó, meg igen. A bagzó macska, igen, az ember nehezebben hiszi. Lajos, de azért itt vannak érdekes történetek. Jó, de ott is kérdezik, hogy bagzó macska, tehát én nem... Ott igen. Biztos, hogy befosol, amikor megjön a hátad mögött a vak sötétbe, a csendbe egyszer csak így belehasít, hogy... Anyuka, maga az! Itt a Juli, csak egy mondat erejé. Itt a Juli. Juli, mi van a szellemeddel, a bácsival, aki a budira jár? Van már, eltűnt? Hello, csak látom, hogy itt vagy. Mi van a budival, a bácsival? A budis bácsi már nincsen. Nincsen. De a csillogó pontjaim azok visszatértek. Már hogy jelent? Csillogó pontjaim vannak. Van egy ilyen álom és ébrenlét közötti állapot, amikor kezdek kijönni az álomból. Alvási paralízis, ismerem. Igen? Igen. Ja. Ez egy betegség. Alvási paralízis. Sajnos nem kezelhető, de kordában tartható gyógyszerekkel. Pont, mindenki pontot lát? Pontot. Ja, pontot. Kis csillogó pontocskák repülnek. Pont, én is pontot értem. Azt mondja, hogy csillogó pont. Nem, pont, pontok. És akkor itt állnak így a fejem fölött, és így úszkálnak. És utána csúnya migrén? Nem, nincs. A urás, azt gondolod. Nem, úszik a fejem fölött, és akkor felnyúlok, megsimogatom, és akkor eltűnnek. De anyám egyébként nagyon érdekes, képzeljétek, van unalmáson egy házunk, egy vidéki házunk, ami a nagyszüleinké, vagy a dédszüleinké volt, és édesanyám szeretné eladni, és a nagyszülők és a telefonszámot 0-76-14 kis szobakonyha, kis gazdasági épület hátul, gáz bevezetve, az emésztőt most ürítik, mert jön a csatorna. Köszönöm, ha felhívjátok. 800 négyzetméteres szántó. A dédszüleim ebben a házban éltek. Ők ebben a házban születtek bele, és édesanyámnak volt egy álma, hogy a dédszülők kinnülnek a ház előtt, és azt mondják, hogy utcára akarsz minket tenni, hogy ne add el a lakást, vagy ne add el a házat. És ilyen nagyon szomorú szemekkel néztek rá. Na, ezután add el az ingatlan. Ezután nehéz. Nem én, a Julika. De mégis azért az embert valahogy rázza a hideg, amikor ilyen történeteket hall, nem? Tehát ha kicsit is érzékenyebb vagy, akkor azért nem tudom. Van egy csomó olyan sztori, amikor ilyen rázott a hideg. Főleg a gyerekek mesélnek erről. Jól van, Gyurikám, holnap úgyis találkozunk, puszi. Mutatjuk a beugrót, figyelje mindenki! Ez a beugró a hármas ugráshoz. Ez nagyon könnyű. És jövünk az 1 millió forintos álomkonyha játékunkkal is. Jó, nem elfelejteni, elmondjuk még egyszer, hogy miről szól a játék. Háziasszonyok, figyeljetek, rajtatok a világ szeme, 1 millió forintos álomkonyhát lehet nyerni nem sokára, vagy hát legalábbis egy nagy utat tenni az álomkonyha irányába. 6 perc múlva 9 óra jövünk a játékkal a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show. 9 óra után vagyunk pontosan. 8 perccel szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, folytatjuk. Valaki azt mondta, hogy az előbb a Konvoj zenéje ment, akkor most stílusosan a Ghostbusters főszindalát adjuk le. Egyébként ez jó ötlet, eszünkbe se jutott, így van, mert egy szellemes témánk volt. Na, hát még nagyon sok hozzászólás, még mindig özöllenek egyébként a paranormális jelenségekről szóló hozzászólások, ugye, hogy ki mit érzett, ki mit tapasztalt, ki mit látott, és hát nagyon sok hallgatónknak van ehhez kapcsolódó élménye. De sajnos már ezeket nem tudjuk beolvasni. Azt mondja, hogy baleset az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé Bicske után, autó keresztben most kezdődik a dugó, Bicske-Székesfehérvár kihajtónál még le lehet menni. Domi küldte nekünk. Még mindig nagyon lassú haladás a 10-es úton befelé, hatalmas dugó van, és egy óra alatt 400 métert tettek meg hallgatóink. 6.30-kor indultam, és még az ürömi körforgalomig sem jutottam el. Ez vicc, 20 kilométert mennék reggelente, és lassan 3 óra, mire beérek. Yeah. Ez egy órája jött, hát reméljük, hogy azóta egy kicsit javult a helyzet. Ugye ez is a 10-es útra vonatkozik. Az M2-esen Vásznál a szokott helyen egy rendőrautóból mérik a Pest felől érkezőket. Pécsi-Siklósi úti felüljáró 4 autó koccant, ott is dugó van, valamint van egy trafink a 47-es számú főúton Orosháza és Békés Csaba között. Csoki guru üzente nekünk, köszönjük szépen.
úgy látom, hogy nem, senki nem küldte el az okát a tízes útnak. Egyszerűen, sem, egyszerűen ekkora nincs, dugó van. Igen, nincs. Igen, tehát nincs baleset, nincs semmi olyasmi, ami megakadályozza. Egyszerűen most már ennyire telített a város. 3 órát állni egy reggel is 20, tehát nem 100 kilométereket mész. 20-at. 20-at. Jézus. És 3 órát állsz. Borzalmas. Na igen. Na, viszont nekünk van egy játékunk, és ezzel megyünk tovább, mert hogy 1 milliós álomkonyhát lehet nyerni ezen a héten. Ezért megdolgoztatunk benneteket, és ez most a háziasszonyok játéka lesz, mert hogy a nagyobb vagy a több időt úgyis ők töltik a konyhában. Na, mi van például nálunk? Hát ott szólni kell mamának, hogy nevezzem be, igen, pont ezt akartam mondani, hogy ahol a pasi főz mégis többet, ott szóljon a asszonykájának, tehát, hogy nevezzem be a játékra. Most jó, ez a lényege. Ja. Bizony, csak nők játszhatnak, háziasszonyok. Játékunk lényege, hogy egy 1 milliós álomkonyhát nyerhet majd meg valaki pénteken. Csodás. Egyedi álomkonyha, tehát nem egy sorozatgyártatról van szó. A te konyhádba csinálják, a te ízlésed szerint. Elmennek, méretet vesznek, és gyakorlatilag oda építik be. Így van. És beleraknak magába a konyhába ugye 300 ezer forint értékű kisgépeket, tehát mindenféle mosogatógép, hűtőszekrény, robotgépek, villanytűzhely, sütő, hát amire szükséged van. A maradékot pedig ugye magára a konyhabútorra töltik, költik 700 ezer forint értékben, és így jön ki az 1 milliós álomkonyha. Hát ez... Nem akármi. Ez gyönyörű. Az se posztdorja lesz. A szakértő réteget levet. Hát sajnos van benne tapasztalat bőven. Bizony, ez egy szép kis konyha lesz. NDK elemes. A beugró az egy hangeffekt lesz, amit ki kell találni. Valamilyen nem feltétlen konyhai eszköznek a hangja, hanem inkább úgy mondom, hogy háztartási eszköz, tehát bármi lehet. Megfejtitek, írtok nekünk SMS-t, mi valakit visszahívunk. Neki pedig utánozni kell majd egy általunk megadott kisgép hangot. Na ez lesz a nehezebb. Na, igen. De hát valamiért. Valamit valamiért, így van. Tehát itt azok jelentkezenek, akik azért éreznek magukban elég vállalkozó szellemet, hogy tényleg a teafőzőtől kezdve a mikroig, a hajszárítóig, a kávéfőzőn keresztül valamit utánozzanak. Mi péntekig minden nap meghallgatunk egy jelöltet, és pénteken a legjobb kettőt visszahívjuk. Tehát mit tudom, hogy lesz egy mi szkeddünk, meg egy mi csütörtökünk, akik még egy utolsót párbajoznak egymással. És közülük döntjük majd el, hogy ki nyerje meg az 1 milliós álomkonyhát. Hogy Miss Hajszárító vagy Miss Turmix gép. Így van, Miss Hajszárító, Miss Turmix gép, ki nyerje meg az 1 milliós álomkonyhát. Tehát az első feladat az az, hogy írjátok meg nekünk, hogy minek a hangját halljuk. Jó? Hogy szerintetek ez mi lehet. Mutatjuk. Hogy? Hosszabbat mutassak egy kicsit. Igen, mert ez... Nyugodtunk egy kicsit. Nem akarom, hogy annyira könnyű legyen. Rokka. Hát ha már rokka, akkor inkább rokkó. Akkor inkább rokkó. Sokkal alkalmaznánk ezt a szövőnőt. Rokkocsokkal a tempóval. Rokkocsokkal jobban szeretem. Na, még egyszer mutatjuk. Mi volt ez? Jó? Drága háziasszonyok, küldjetek el nekünk, hogy mit hallottunk. És aztán majd valamit kell utánozni. Érthető ez így, nem? Persze, abszolút. Abszolút. Helyes válasz, mi sorsolunk egyet, visszahívjuk, utánoz, és várja a pénteket. Mi tudjuk, hogy mi volt ez? Szabad bemondás alapján. Amire a legtöbb jön, érted? Azt fogjuk mondani. Szabad bemondás alapján bármit elfogadunk. Eddig jól állunk. Igen, eddig 8 megfejtés jött, és mindegyik más. Mindegyik más. Na, ez az egyik, ami fontos volt, ugye ezt elmondani. A másik pedig, hogy van 3-as ugrás játékunk is természetesen, tehát arra is lehetett jelentkezni, mert hogy mutattunk a dalrészleteket, úgyhogy mindjárt valakivel játszunk. És úgy néz ki, hogy egy kicsit tudjuk a szerdai adásunkat promózni, mert hogy... Igazi sztárparád! Igazi sztárparádé lesz itt nálunk szerdán. A Viva TV ugye adott egy retro napot, vagy csinált egy retro napot, amikor is a régi műsorvezetőket mutatta meg, de nem úgy, hogy meghívta őket, hanem régi adásokból láthattunk újra részleteket. Jani adásaiból, én nem tudom, hogy ment-e más egyébként, mert egész nap azt hallottam, hogy a Fasírt című műsor ment. És arra gondoltunk, hogy akkor legyen egy olyan újraegyesítés, amikor is nem csak régi anyagokat mutatunk be, hanem meghívjuk a régi nagy vivás műsorvezetőket, akikkel indult még a Zene TV. És hosszú-hosszú ideje szervezünk egyébként, mert nem egyszerű azért ezt így diszponálni.
ők még Z+-os műsorvezetők voltak, ugye, mert hogy így indultunk, és úgy néz ki, hogy szerdán 8 órakor a kezdeti gárda összes tagjának jó az időpont, úgyhogy szerda 8 órakor érkezik hozzánk Lilu, ha minden igaz, Zsú, ugye rá is sokan emlékeztek. Nyolzsuzsi. Filip is elfogadta a meghívásunkat, ugye? Tehát mi a fene? Még a nagy Sanyit szervezzük, keressük. Őt nem könnyű megtalálni, de dolgozunk rajta. És itt leszünk. Hol vagy most, Sanyi? Fogalmam. Jó, Sanyi, mit látsz magad körül? Itt tudsz-e lenni szerdára? Mit hát? Kék fákat. Repülő gombákat. Azok egy gyerekfák. Oké, Sanyi. Szóval Sanyin is dolgozunk, és szerdán nagy Z+-os újraegyesítés itt adásban. Ugye egyébként apropója is lehetne, mert hogy 97-ben indultunk, tehát lassan egyébként pontosan 20 éve, de úgy gondoltuk, hogy nem várjuk meg a 20 évet. Szerdán 8 óra után itt lesz a régi nagy összes Z+-os műsorvezető. Van, akiről azóta többet hallunk, van, akiről kevesebbet hallunk, úgyhogy szerintem jó kis beszélgetés lesz. Ugye hát mi ketten szintén alapító gárda tagjaihoz tartozunk, tehát majdnem itt lesz mindenki igazából. Ki volt még? Volt még valaki? Volt még egy-két lány volt, így van. Krista volt még. Így van. Zsanettről szerintem nem maradt meg felvétel, azt mondjuk sajnálhatjuk egy picit, mert elég dekoratív volt. Csinos lány volt. Igen. De ő aztán ő nagyon el is tűnt. Annak a jelenlét. Igen, ő aztán azért nagyon el is tűnt. Betty nem volt alapítottan. Na, ő nem volt az. Ja? Viszont Jani szívesen emlékszik rá. Ő nem az elején jött, ő később jött. Itt valonnan azt debreceni TB-ből vettük át, kb. Egy évvel azután, miután ment az Z+. Egy vagy másfél évvel azután, az indulás után. Pepsi Generation Next, ez volt az ő. ez volt az ő műsora. Úgyhogy szerdán reunión. És vannak egyéb tervek is, vagy csak ez a ne, 8 órakor érkeznek majd hozzánk a régi Z+-os műsorvezetek. Újraindítjuk a csatornát. Ez Balázs új vállalkozás. Lesz újra Z+-os. Hát nézd, a Viva TV nézettséget meg tudnánk verni. Hát azt most nem nehéz, ugye? Hát a jelen pillanatban nem, igen. Na, akkor először játszunk, vagy először hívjunk valakit, aki jó megfejtést adott? Játszunk először, gyorsan zavarjuk le, nem? A hármas ugrást? Mm-hmm. Játsszuk le akkor először a hármas ugrást, jó? Meg vagy hangira? Tedd helyre. Megadom hang! Na jó! Játsszunk akkor egy jó kis hármas ugrást, már itt is van a hallgatónk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! A falra pillantva látom azért, hogy... Szerint... Ja. Sok minden érkezik, de előtt hármas ugrás. Gyula, jó reggelt, hello! Jó reggelt kívánok, sziasztok! Gyula, reggel. Honnan hívtál minket? Gödöllő. Gödöllőről? És mit csinálsz arra felé? Hát most épp Boldovan vagyok. De mint eladó, vagy mint vásárló, vagy mint álló? Mint vásárló. Milyen dalrészleteket hallottál, vagy mit ismertél fel? Adele, Margaret Island. Mm-hmm. Azt sem ennyi. Na, ez abszolút jó. Meg is vagyunk, így van. Na. Könnyű. Ja. Könnyű. Ezt akartam kérdezni, hogy milyenek a kérdések, Jánsuá. Így van. Ezt szerintem könnyű. Könnyű? Mennie kell. Várjál, odalapozok. 9. oldal. Köszönöm. Jó vagy, Gyula? Jól, köszönöm. Nem, hogy jól vagy, hogy jó vagy. Tehát, hogy jó játékos köszönöm. Vagy. Hát remélem, jól leszek. Jó vagy, Gyula, jó. Kicsit a lépem, nagyobb. És a bordám hasogat, de egyébként meg vagy. Nem, hogy jó játékos vagy-e, úgy érted. Hát általában meg szoktam fejteni. Na figyelj, de van segítséged? Nincs. Így szól az első kérdés. Mennyi 3x12-nek a gyöke? Vártam a kérdést. Kérdezd meg a boltost, nekik tudnia kell számolni. 3x12 gyöke. Hát, ha tudományos. A pénztárgép. Mit csinálsz, Gyula? Tudósíts. Gondolkodom. Mert úgy sóhajtasz, hogy lihegni kezdtél. Hát ez az, persze, mert matekból buktam meg. Buktál matekból? Igen. Mit tudom én? 3. De meddig jutottál? 3x12-nek a gyöke. Az első fele megoldható. Tehát az megoldottam, igen. 3x12, az 36. És annak a gyöke? Mit tudom én. 3. Inkább 6. Mert hogy 6x6, 36-nak a gyöke 6.
Na, hát akkor ennyit erről. Hát azért köszönöm szépen, jó volt veletek beszélni. Mi is örülünk. Nekünk is. Igen. Köszönjük szépen. Gyula! Hello. Szép volt, Gyula! Én nem. Szia, Gyula! Hello! Szia! Hát, látod. De elsőre azért ilyet. Nem. Jök, hát jó már. Beugratos volt. Nem volt nehéz. Melyik része? Háromszor. Hát olyan bonyolult hangzik, hogy 3x12-nek a gyöke, és akkor ott hirtelen azt hiszed, hogy az ami nagyon komoly matematikai művelem. Na jól van. Oké, nézzük meg akkor, hogy ki kap lehetőséget arra, hogy az első álomkonyhát, vagy elvihesse az álomkonyhát. Ugye ma még ő csak jelölt lesz, és kiválasztott. Pénteken dől majd el, hogy övéje az egymilliós álomkonyha. Mit láttál, hogy mi van? Itt azt írja, hogy de jó, a Nintendás úr is jön. Ha nem a Nintendo-s. Igen. Na. Már nem is Nintendo. Már nem az. Most már más csinál. Hívjunk valakit akkor vissza. Azért, hogy ne kapkodj. Tehát, hogy nyugodtan lesz. Ne rohanjál sehova. Most válogat? Fú, gyerekek. Na most hosszú kéne volt az estén, értem. Most kéne a web. Most kéne a kamera. Na. Keverőpult kellős közepén fekszik László, ami szerkesztőnk, és böki egyre. Beszélget a Zsüllel arról, hogy kit hívjunk vissza. Egyik mellett most vakvezet világtalan. Se név, se életrajz egyik mellett sincsen bármelyiket. Ugye ez volt a hang, amit hallottatok. Nagyon jó. Tök egyértelmű. Laci, te tudod mi? A hang. Tudja, látta a megoldást. Na, mondom, beljebb vagyunk-e. Hívjuk a hallgatót. Halló. Ja. Igen, tessék. Halló. Kezi csokolom. Jó reggelt kívánunk. Jó reggelt. Ó, jaj, de jó. Igazi háziasszony. Hogy hívnak? Mónika. Az ki az ott a háttérben? A kisbaba. Kisbaba, honnan hívtál minket? Hogy hol írsz, hol vagy most? Tatáról. Tata. Oké. Na, Móni. Tehát a kérdés az ugye úgy szólt, hogy mi volt... Jaj, szegény. Édesem, ő nagyon kicsi. 9 hónapos, úgyhogy eléggé hangoskodom most már. Igen, hangoskodom. Oké, Móni, mi volt a beugró? Mit hallottunk? Szerinted ez mi volt? Elektromos kés, az, így van. Ez az. Egy elektromos kés volt, így van, nagyon jó. Hurrá! Tökéletes. Jött turmix gép, varrógép, jött minden, de ez tényleg egy elektromos kés. Igen, ez dekopírfűrőz, vibrátor, mindent kaptunk tényleg, tehát hogy kávédarálótól kezdve, habverőig, tényleg minden. Ha valakinek ilyen a vibrátor, az nézesse meg egy szakembert. Így van. Mert már nagyon kónuszos. Móni, figyelj ide, hogy álltok konyhailag, lakásilag, költöztetek esetleg új házba, mit szólnál egy egymilliós álomkonyhához? Éppen most vásárolunk házat, családi házat. Ó! És nincs benne konyha? Nincs. Nincs. Mikor költöztök? Hát az még távoli tervek. Igen, még azért kell a felújítás. Tehát még zajlanak a felújítási munkálatok. Na, hát akkor meg lehet a konyha, és ezzel is tudtok pénzt spórolni, mert ez egy 1 milliós álomkonyha, ugye 300 000 forint értékben adunk konyhai gépeket, és 700 000 forint értékben pedig ugye magát a konyhát, amit ti választotok ki, és ti találjátok ki, hogy milyen legyen, abszolút rajtatok múlik minden. De ehhez nekünk most neked utánoznod kell egy konyhai kisgépnek a hangját. Ami vagy konyhai kisgép, vagy háztartási gép. Mi fogjuk megmondani, hogy mi legyen, és aztán minden jelöltet meghallgatunk, pénteken pedig eldöntjük, hogy ki volt a két legjobb. Oké? Oké. Jó vagy hangutánzásban egyébként? Hát talán a kislány jobban. Hát vele még azért nehezen tudnál kommunikálni, igen. Hogy a mikrohullám után jössz. Na, kicsim. Na, akkor nyomd a mikrohullám. Te a tojás. Igen. Oké. Válasszunk Móninak, hogy tehát Móni választhasson, és mondjunk többet, vagy mi adjuk meg, hogy mi legyen. Hát adjuk meg mi. Hát most adjuk meg mi. Tehát egy milliós álomkonyhája. Adjuk meg mi. Jó. Oké. Akkor utánoz nekünk, légy szíves,
Nyertél! Gratulálok! Megvan. Ez az! Nagyon jó. Nagyon ügyes! Így van. Így van. Így van. Nem tudok dönteni, mikro vagy hajszárító, segítsetek. Hajszárító. Hajszárító. A hajszárítónak a hangját. Jó? Hogy hogy szól az, amikor te bekapcsolod a hajszárítót. Jó? Figyelünk. Várjál, van hajszárítótok? Van. Nagyon. Jó, úgy elgondolkoztál egy kicsit. Idéztél a hangját. Igen. Tudtam, hogy jó lesz. Na, hát egy picit, Nóri, egy picit erőteljesebben, jó? Hányvatos egy? Szomszéd szobában szállítanak. Jani, tök kopasz, de ettől még ő se szárad meg. Nóri, legyen benned élet, ez egy egymilliós álomkonyha. Itt kell egy kicsit extrovertáltak lenni, de hát ez a játék ezért jó. Tehát még egyszer, tehát bekapcsolod a hajszárit, ugye annak hangja van, annak ereje van, tehát de dinamikusabb vagy. Hagyd neki, szakítsa le a skalpot a fejünkről. Igen, egy ilyen elhaló hajszárító legyen, hát ettől nem száradunk meg. Na, hogy szól a hajszárító? Hát most fölcsavart egy hajszálat. Tehát így, így szól a hajszárítótó. Aha. Hát ez a szomszédból hallatszódott át. Igen, valaki nagyon szárítja aját. Jó, oké, okay, figyelj, ennyi volt, tehát ez a max, amit ki tudsz hozni magadból, mint hajszárító. Most igen. Jó, oké. Okay. Nem kínzunk akkor tovább, Móni. Hát egymilliós áramkonyháért én mindent bevetnék. Tehát, hogy nekem ez egy picit kevés volt. Tehát lehetőséged van arra, hogy egy persze, hát egy egymilliós áramkonyhát nem adunk csak úgy oda, hogy valaki ír egy SMS, azért egy picit meg kell dolgozni. Oké, okay. Móni, meghallgatjuk a többi jelöltet is, aztán hát, ha benne leszel a legjobb kettőben, akkor visszaívunk. Jó? Rendben, köszönöm. Köszi. Sziasztok. Szia. Hello. Szia. Hát, nem komolyan mondom, én meg volt illetődve. Volt ott valaki esetleg a szobában? Ilyen rosszul tekintetű anyós. Igen, aki az a kis lányom is. Nehogy még egyszer hajszárító merjen lenni. Hozzád megy a fiam! Megmondom az Józsinak, váljon el tőle. Ennél több kell. Drága hallgatók, te tudjátok, hogy hogy ne. Nem adjuk így oda az egymilliós álomkonyhát senkinek. Tehát holnap újra fölhívunk majd valakit. Teljes elszántsággal, melbedobással, hangot kell kiadni magatokból úgy, hogy abban legyen vitalitás. Így van. Nem? Érezzük, hogy ti mindent megtesztek azért, hogy megnyerjétek ezt az egymilliós álomkonyhát. Lehet annak a nyomorult hajszerűtőnek már tényleg véres a torka, az utolsókat is rúghatja, csak érezzük rajta a küzdelmet. Igen. Tehát ahogy ír egy hallgató, verje le a biztosítékot. Ez a hajszerűtő, ez nem verte le a biztosítékot. Ez egy vérszegény, fáradt, szöszös. Nem volt jó. F1-es versenyautó sokkal inkább volt. Jó? Tehát holnap ugyanez a menet. Valamikor, nem biztos egyébként, hogy mindig 9 óra után lesz egy beugró. Megírjátok, hogy mit hallottatok. A jó válasz küldők közül pedig visszajövünk valakit, és akkor nyerhet egy milliós áramkonyhát. Addig is itt van nektek egy kis minőségi teatojás. Figyelj, egyre melegebb a víz. Mindjárt elkezd ugrálni. Föl is volt? Ahogy hallom, föl is volt. 2 perc van pontosan, 9:30, jövünk mindjárt vissza. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 9:50 múlt pontosan, 7 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, már is mutatjuk a nap legjobb pillanatait, azt, hogy miről is volt szó ma reggel. Kaptunk egy SMS-t, méghozzá egy hallgatói SMS-t, az SMS-ben pedig ugye arról volt szó, hogy valakivel megismerkedett az SMS írója, egy úriemberrel, de valami miatt megszakadt közöttük a kapcsolat. És elkezdtünk találgatni, hogy mi lehet az ügy mögött, illetve pontosabban próbáltuk kitalálni. Aztán úgy döntöttünk, hogy miért ne hívnánk föl az SMS íróját, és megpróbáltunk neki tanácsot adni, hogy mit lehet ilyen helyzetben tenni. Ugye kiderült aztán, hogy nem róla van szó, hanem valakiéről, aki tőlünk próbált segítséget kérni. Mi pedig hát megpróbáltuk segíteni. Így van, mert mi is hát romantikus emberek vagyunk. Azok, de csak így nagyon van. Mélyen. Így van. Erről volt szó ugye 7 óra után, 8 órás témánk pedig nem volt más, mint a szellemek, mert hogy végeztek egy kutatást, amiből kiderült, hogy 10 emberből 6 azután is találkozott egy-egy szerettével, miután az meghalt. Ezt a felmérést egy internetes oldal végezte, és arra a kérdésre keresték a választ, hogy milyen gyakori jelenség az, hogy egy-egy elhunyt ismerősünk, rokonunk, barátunk visszatér, és nem csak, hogy visszatér, de jelzi a jelenlétét valahogy, tehát megpróbál az itt élőkkel kapcsolatba kerülni, és hát kiderült, hogy hallgatóink is tele vannak ilyen történetekkel, úgyhogy nagyon sok SMS kaptunk, ezeket a pillanatokat most újra megnézzük. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en.
3:10 múlt 2 percet. Csabi, jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Mi újság, milyen volt a hétvégem? Rossz idő volt, úgyhogy moziztunk, hát azért volt benne természetesen foci is. Kicsi foci. De ajánlom mindenkinek az Eddie a sas című filmet. Zseniális. Ez egy igaz történet alapján. Igen, nagyon szépen meg van csinálva. Igen. Jó. Hát az eredeti történet is mekkora, és nagyon jól megcsinálták a filmet. Jó volt. Gyerekekkel néztük meg, tehát, hogy nem feltétlenül csak felnőtteknek szóló film ez. Vicces is egy kicsit, tudsz nevetni, akik erre hajlamosak, azok sírnak is, a végén kicsit megható. De nagyon jó film. Tényleg ajánlom nektek, szép film. És egyébként képzeljétek el, hogy a Rómeónak is volt egy ilyen története nagyobbik gyermekemnek, amikor hazajöttünk a Demeterrel a kórházból, tehát amikor a Demeter megszületett. Eddie a sasos? Nem, most vissza a szellemes történet. Ez egyszerűen bekopogott a fürdőszobába a Laurához, és mondta, hogy anya, itt van megint a néni. És milyen néni? Hát aki jött velünk haza, amikor a Demetert hazahoztuk a kórházból, és cukrot akar adni, de én nem kérek. Atya is. És kivett a Laura, és mondta, hogy nem volt ott senki. De a Rómeó látta, hogy itt van megint a néni. És ti hoztátok haza a nénit? Ezek szerint jött velünk a kórházból. Csak hát ugye mi nem tudtunk róla, mi nem láttuk, a Rómeó még látta, neki még megvolt akkor az a szeme. Akik ezzel foglalkoznak, hát most kérdés, hogy hiszem benne az ember, nem, az azt mondja, hogy kórháza környékében nagyon sok ilyen van. Akik ott hunytak el? Igen, és aztán azok úgy feltapadnak, oda tapadnak rád, és úgy el is jönnek veled, és nem szerencsés. Tehát, hogy kórházakban például ezért gyerekeket nem nagyon lehet, vagy nem jó bevinni, azt mondják. Ha beszélsz ilyen spiritisztákkal, akik mondjuk foglalkoznak ilyen szelleműzéssel, a gyerekek még nagyon nyitva vannak, és rájuk tapad egy csomó mindenkit. Hogy hiszed vagy nem, de ők mondják, hogy az ilyen helyeket, mint kórház, az érdemes azért lehetőleg elkerülni. Visszatér az Eddie a sas, az a jó a történet, mert ugye talán sokan nem ismerik a történetet. Igen. Ez ugye ő egy szabadkártyás fiatalember volt, aki nem tudom, amit talán 88 vagy nem tudom mikor Calgaryban ugye elindult. Igen. Síugróként, totálisan amatőrként, és hát az egész világ imádta, hasonló, mint Erik az angolna, ugye hát egy ilyen kétballábos csávó. De ráadásul egy első számú kedvenc lett aztán. Gyerekkorában már be volt neki csípődve ez, hogy megy az olimpiára, és mindent próbált, és minden egyes teljesítményével, nem tudom, visszatartotta a levegőt egy percig, akkor azt mondta, hogy na, akkor megyek az olimpiára. És mindenki mindig és erős indult, és akkor ebből lett az, hogy előbb-utóbb talált magának egy sportot, amiben oda tud érni, ugyanis angoloknak akkor nem volt síugrójuk, és ő volt. Lett az egyetlen síugró, és nem tudom, a világ legrosszabb eredményével is angol olimpiai csúcsot tudott felállítani. Igen. És hát az angol olimpiai bizottság attól félt, hogy ki fogják nevetni őket, és hát tényleg az eredmény maga az nem volt annyira jó, de ő meg akkora sót csinált, hogy mindenki ráemlékezett, még az olimpiai záró beszédben, aki ott lezárta, nem tudom ki volt az, ő is mondta, hogy hát volt, aki sasként szárnyalt. Tehát így visszautaltak rá, hogy annak az olimpiának az egyik legnagyobb alakja volt. 10-20 méterekkel ugrott kisebbet, mint a legrosszabb. Konkrétan csoda, hogy lejött élve. Hát onnan azért lecsúszni. Iszonyatos nagy bátorság. A győztes az nem tudom, 114 méterrel nyert, ő meg 60 is felett ugrott. Tehát, hogy... Jó sztori, igen. De mindenkinek is szurkolt, tehát ott is. Persze, mert lelátó. Mert először tudod, kinevették, és ő meg annyira örült annak, hogy olimpiai csúcsot, tehát angol olimpiai csúcsot ugrott, hogy azért kezdtek el neki drukkolni, mert mennyire édes ez a gyerek, hogy itt mindennek örül. Jó sztori, egyébként tényleg helyes. Nagyon jól van megcsinálva a film, úgyhogy ajánlom nektek. Jól van, hívjuk a naphallgatóját. Ha mondja, hogy morning show, ővi az ajándékcsomag. Na, meghallgatjuk. Nem? Vegye már föl. Nem. De. Nem akarja, nem. Jó, pedig nagyon jó, amit írta nekünk azt az SMS-t, hogy nálunk a 70 éves nagyapónak van egy elektromos tolószéke, amivel nap, mint nap járja az utcákat, és meglátja a szomszéd nyugdíjas nénit nyulas fokozatba kapcsolva a süvitel mellett, ezzel imponálva neki. De lehet, hogy csak berekül előle. Ugye vártuk olyan hallgatóink SMS-ét, ahol még van 78 éves rokon hozzátartozó nagypapa, nagymama, akik nem, hogy hát nyugdíjasként élik az életüket, de masszívan csajoznak, pasiznak, és hát nagyon jó kis SMS-eket kaptunk. Jól van, Csabi, milyen zenei lesznek, mondj valami jót. Hát hozom nektek a popzenek Cristiano Ronaldo-ját. Ugye Ronaldo-ról azt kell tudni, hogy ha nem otthon játszik, tehát nem a Real Madrid pályán, akkor fütyülnek, mikor nála van a labda, vagy hozzá kerül. Nagyjából ilyen Justin Bieber. Tehát, hogy
vannak rajongói, akik nagyon-nagyon szeretik, de mindenki más valamiért így zsigerből utálja. Pedig hát sokan nem is ismerjük. És képzeljétek el, hogy ő az első, aki elérte azt, hogy a klipjei összeadva 10 milliárd szor játszották le, vagy nézték meg. Hihetetlen, tehát mindez 6 év alatt. És most nem a legújabbat hozom, a negyedik lemezéről hozok egy dalt, a Sorry címűt. Jó? Jó. Tényleg jó egyébként. Figyelj, azért jó ezzel a dallal, hogy meg lehet ismerni őt, hogy egyáltalán, hogy tud-e valóban énekelni, milyen dalokat képes írni, talán képet kaphatunk arról, hogy miért szeretik annyira a kis csajok őt, tele van botrányokkal. Hát szerintem a kis csajok szeretete az nem elsősorban a zenének szól, azért azt valljuk meg egy ilyen tizenéves, vagy most már 20 éves pop ikonnál, azért nem arra. Nem mondd már, Feri. Úristen, milyen jó dal tépe. Baby, baby, így ez egy dalaj, nem is. Nagyon jól idézett. De tudom, hogy kiesik házi buliba, beesik, kitiltjálja, füvezik, Itt-ott, meg csendháborítás, hogy beviszik, kiveszik, mindent csinálják. Hülye haja, királya most. Igen, most raszta hajat növesztett. Nem lehet tudni, hogy most a Selena Gomez-zel való kapcsolat az most van, nincs. Felmennek megint... a Machu Picchura és a testőrökkel viteti fel magát. Mert ő nem fog sétálni. Ez zsivány, nem? Kulturálódjunk, gyertek. Vigyél fel a hátadon, mondja a testőrnek. Igen, hogyha nem popzenét játszan, akkor igazi rockstar lehetne, ahogy él egyébként. Jól van, Csabi, meghallgatjuk. Drága háziasszonyok, nem elfelejteni, hogy holnap folytatódik tovább az egymilliós álomkonyha játékunk, ezért egy kicsit benneteket megdolgoztatunk, azok figyeljenek, azok játszanak, akik elsősorban ugye nők, háziasszonyok, és van bennük némi bátorság tényleg bevetni mindent annak érdekében, hogy meglegyen ez az egymilliós álomkonyha. Ezért kicsit meg kell dolgozni, hát most azt, hogy találtok valamit, az még nem elég nekünk. Itt most egy picit extrovertáltabbnak kell lenni, úgyhogy azok jelentkezenek, akik annak érzik magukat. Ami a csövön kifér tényleg, hát 1 millió forint a tét. Igen, úgyhogy holnap folytatjuk. Jó, Csabira, kívánság műsorra, Csabikám. 555-55-00 a telefonszám, kérjetek tőle dalt, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Hello! Ciao.